Szeretettel üdvözlök ismét mindenkit. Boros Tamás vagyok, az Egyensúly Intézet igazgatója. Köszöntöm az online nézőket, de elsősorban köszöntöm az államtitkár urakat, helyettes államtitkár urat, illetve azokat a parlamenti képviselőket, akik részt vesznek a rendezvényünk második panelbeszélgetésében. Szeretettel köszöntöm Gion Gábor államtitkár urat, aki a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára. Sztárai Péter államtitkár urat, aki a külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára. Ugrósdi Márton helyettes államtitkár urat, aki a miniszterelnök politikai igazgatói irodájának helyettes államtitkára. Kósa Lajos parlamenti képviselő urat, aki a Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának az elnöke. Harangozó Tamás urat, aki az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke. Illetve végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, Tompos Márton urat, aki a Országgyűlés Külügyi Bizottságának a tagja. És nagyon örülünk, hogy az első panelbeszélgetés biztonságpolitikai szakértői is itt vannak velünk. A második beszélgetést is szakmai szempontból és minden szempontból Szemerkényi Réka, Magyarország volt washingtoni nagykövete vezeti, amit nagyon szépen köszönünk. Néhány csak nagyon rövid gondolatot engedjenek meg. Egyrésztről, akik még nem találkoztak velünk, az Egyensúly Intézet egy független magyar szakpolitikai agytrözt, amelynek az a célja, hogy alternatív javaslatokat és szakpolitikai ötleteket adjon a mindenkori döntéshozóknak. Minden politikai pártól függetlenül dolgozunk, és az a célunk, hogy Magyarországon a közpolitikai és jövőorientált gondolkodás minél nagyobb teret nyerjen, és a magyar közbeszédben minél több olyan stratégiai kérdésbe kerüljön, ami azt gondoljuk, hogy fontos az ország sikeré érdekében. És akkor a mai rendezvénnyel kapcsolatban egy adatot hagy említsek meg. A Pew Research amerikai közvéleménykutató nemrégiben készített a NATO tagállamok körében közvéleménykutatást, ahol a magyaroknak több mint fele 56%-a kifejezetten pozitívan értékelte hazánk NATO tagságát, csupán 36% értékelte negatívan, és egy magyar közvéleménykutatás pedig nagyjából ugyanebben az időben azt mutatta, hogy továbbra is a magyar lakosságnak több mint 70%-a Magyarország NATO csatlakozása mellett szavazna, hogyha lenne ilyen népszavazás. És ez nekem személyesen, mint egy szakpolitikai ötröszt vezetőjének azért örömteli, mert nagyon sokszor jön szembe az, amikor a lakosság többségének a véleménye nem feltétlenül egyezik azzal, amit a szakértők többsége gondol, hogy mi jó egy ország számára. És nagyon örülünk, hogy ebben a fő irányt tekintve, Magyarország NATO tagsága tekintetében lényegében azt mondhatjuk, hogy nemzeti konszenzus van, mind a szakértők, biztonságpolitikai szakértők, mind pedig a lakosság közvéleménye tekintetében. Mi igazából ebben a következő másfél órában arra leszünk kíváncsiak, hogy a nemzeti konszenzuson túl mit tartalmaznak a részletek, mik azok a területek, amelyekre érdemes figyelnünk. És amikor azt a címet adtuk a mai rendezvénynek, hogy a NATO a vilniuszi csúcs után értékelés magyar szempontból, akkor számukra a címnek minden egyes része nagyon fontos volt. Egyrészt azért, mert Magyarország 24 éve a NATO tagja, és azt gondoljuk, hogy fájóan kevés szó esik általában a közbeszédben a NATO-ról és benne Magyarország szerepéről, néhány kifejezetten aktuális témán túl. Tehát nyilván, amikor rákattintunk a hírportálokra, akkor mondjuk Ukrajnával kapcsolatban, vagy a svéd NATO csatlakozás ügyéről természetesen sok szó esik, de mi azt gondoljuk, hogy ezen túl is érdemes a NATO-ról és a NATO tagságunkról beszélni, mert hogy a NATO akkor is velünk lesz, amikor már Svédország régesség csatlakozott a NATO-hoz, és Magyarország akkor is a NATO tagja lesz, és a NATO akkor is velünk lesz, amikor már réges-régen véget ért az orosz invázió. Tehát azért fontosnak tartjuk, hogy a mai beszélgetésen, amellett, hogy persze nyilván az Ukrajna kérdése megkerülhetetlen, de hogy beszélgessünk olyan közép- és hosszú távú stratégiai kérdésekről, amelyek magyar szempontból fontosak. És ez igazából a rendezvényünk címében a második fontos elem, hogy amikor a NATO-ról beszéljünk, akkor mindig nézzük a magyar szempontot is. Magyarország ugye egyik a NATO 31 tagállamának, a védelmi kiadások szerencsére már elérik a GDP 2%-át, tehát ennek megfelelően hiba lenne azt gondolni, hogy Magyarország megkerülhető valamilyen szempontból a NATO-n belül. Nyilván
az is hiba, hogyha túlértékelnénk hazánk szerepét, tehát érdemes végignézni azt, hogy mi is pontosan Magyarország szerepe ebben a védelmi közösségben. Nekünk ugye, ahogy említettem, az Egyensúly Intézetnél az egyik fő missziónk, hogy teret nyerjen egy jövőorientált, megoldásorientált és oldalakon túlmutató szakpolitikai párbeszéd, úgyhogy remélem, hogy ez a panelbeszélgetés ehhez járul hozzá. És végezetül, ahogy az első panel végén is volt egy mottóm, hadd hozzak ide is egy mottót. John F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke mondta 1961-ben, pont a kanadai látogatása során, hogy a földrajzi adottságok tettek minket szomszédokká, a történelmek tette minket barátokká, a gazdaságunk tett minket partnerré, és a szükség tett minket szövetséggé, és akiket a természet így összehozott, azokat ember szét ne válassza. És ennek mentén talán a mostani beszélgetés egyik legfontosabb kérdése az az lehet, hogy orosz-ukrán háború után ki lesz, vagy kik lesznek Magyarország Kanadája, kik azok, akiket a természet úgy összehozott Magyarországgal, hogy ember ne válassza szét. És itt át is adnám Szemerkényi Rékának a szót, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velünk. Bocsánat, hadd kérjék szót minden az elején, csak azért, igen, hogy világos legyen, nehogy lett valami félreértés keletkezzen, mert itt az elmondásod alapján a választópolgár és a független szakértők kánonából Magyarország NATO tagságának megítélése kapcsán kimaradt fájdalmasan a politikai elit, ezért hadd mondjam mindjárt az elején, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, a Fidesz parlamenti frakciója fixen meg van győződve arról, hogy kulcskérdés az, hogy Magyarország a NATO tagja, eszünkben sincs a NATO-val bármilyen módon összerúgni a port, de hozzáteszem, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincsen véleményünk néhány NATO-val kapcsolatos kérdésben, és még az ember a gyerekével is vitatkozik, pedig igazán szereti, tehát a NATO-val is lehet vitatkozni. Ez semmit nem jelent a Fidesz elkötelezettségével kapcsolatban, mert őszinte hívei vagyunk a NATO-nak, és azt gondoljuk, hogy Magyarország hosszú távú biztonsági érdekeinek egyik kulcspontja a NATO tagság. A másik a külkapcsolatok, a harmadik a magyar hadsereg. Így nagyjából röviden. Tehát a politikai kánot azért ne tessék kijönni belőle, mert még ha néz minket, akkor azt hiszi, hogy mi ki vagyunk hagyva. Majd a többiről az ellenzék nyilatkozik, de én úgy tudom, hogy egyébként a magyar politikai palettán a mi hazánkat leszámítva senki nincs azon a vélem, hogy lépjünk ki a NATO-ból, vagy a NATO ellen politizálna. Mi semmiképp sem. Sőt, nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak ezt a kommentárját, mert azt gondolom, hogy pontosan ezek azok az alapok, ami miatt érdemes a mai beszélgetésbe belevágni, és szerintem nagyon fontos alapok is ezek, hiszen valóban ez az egyetértés és ez a elkötelezettség a NATO tagság, illetve a NATO-ban való együttműködés iránt az, ami az elmúlt, most már 1999 óta az ebben eltelt időszakban valóban nagyon markánsan garantálta Magyarország stabilitását, úgyhogy nagyon örülök. És pont ez volt, amiért azt gondoltam én is, és szívesen vállalkoztam erre a megtisztelő feladatra, hogy érdemes mélyebbre menni ezekben a kérdésekben, mert az a fajta konszenzus, ami meghatározó, és ami vezeti nyilván a kormányzati munkát, és ami meghatározó a parlamenti hozzáállásban is, egy csomó az alapértéken túl, egy csomó kérdésben kíván meg mélyebb gondolkodást és komoly áttekintést. És azt remélem, hogy ez a beszélgetés erre fog módot adni, úgyhogy nagyon számítok mindenkinek a hozzájárulására ebben. És ezért azt javasolnám, hogy mivel a kormányzati oldal és a parlament szerepe eltérő sok szempontból a biztonságpolitikai döntéshozatalban, kezdjük először a kormányzati képviselők mélyebb meglátásaival, mert azt gondolom, hogy egy csomó olyan kérdést felvetett ez az elmúlt másfél év, ami konkrét kormányzati döntéseket, lépéseket is követelhetett. Ha lehet, én azt javasolnám, hogy összeállítottunk egy pár komoly kérdést, amin érdemes lenne végigmenni, hogy kezdjük a külügyminisztériummal, Sztárai Péter államtitkárúrral, mert azt gondolom, hogy talán ez az a biztonságpolitikai első keret, amelyben valóban minden probléma megjelenik stratégiai szinten is.
És nyilván így van. Mit látott, hogy látta egy mondatban a NATO vilniuszi csúcsának a végső dokumentumát? Megfelelte ez annak az elvárásnak, amely korábban megfogalmazódott a magyar külpolitikai kormányzat részéről, illetve hogy ezek a biztonságpolitikai fenyegetések, fejlemények, amelyeket az elmúlt másfél évben láttunk, ezek hogyan hatottak a magyar biztonságpolitikai környezetre, a magyar biztonsági helyzetre, és milyen, igen, ennyi, így első körben. Nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget is, hogy részt vehetek ebbe a illusztris panelban. Először is meg szeretném erősíteni, amit Kossa Lajos mondott. Szerintem a magyar politikum egyik kivételes területe a NATO, pontosan emiatt, hogy az összes mainstream párt támogatja, és ilyen szempontból hasznos volt, bár nem volt jogilag kötelező, hogy volt egy népszavazás annak idején, mert ez mindig egy hivatkozási alapot nyújt ahhoz, hogy ez ne is legyen kérdés. A másik a vilniuszi csúcs, hát nem tudom egy mondatban megfogalmazni, azt el tudom mondani, hogy a magyar érdekek szempontjából ez a csúcs találkozó jól alakult, viszont a közvélemény előtt én úgy látom, hogy egy teljesen más arca jelent meg ennek a rendezvénynek, vagy ennek a találkozónak, mint amiről valójában szólt. Tehát a közvélemény előtt ez egy Ukrajna csúcs volt. Vilnius a földrajzi elhelyezkedés miatt és egyéb okokból is ezt predesztináltam. Holott, ha megnézzük, hogy a dokumentumokban mi van, amiket elfogadtunk, akkor világossá válik, hogy ez egy rendkívül jelentős, akár történelmi léptékben is mérhetően jelentős NATO csúcs volt, mert a NATO átalakította a parancsnoki struktúráját, megerősítette az elrettentő berendezkedését, megváltoztatta az erők elhelyezését, és egy sor olyan katonai döntést hozott, amiről nem nagyon írtak, de azt gondolom, hogy ez egy új NATO, ami Vilnius óta van emiatt. És ennek most zajlik a végrehajtása ennek a döntéseknek. Egy sokkal hatékonyabb szervezet jön létre ezáltal. És az, hogy megerősítették a tagországok az elkötelezettségüket, hogy a forrásokat is rászánják erre a szövetségre, tehát ami korábban azért kevésbé volt jellemző, azzal azt gondolom, hogy ehhez az eszköztár is meg lesz. És amúgy magyar szempontból azt gondolom, hogy azért volt ez a csúcs jó, mert egyrészt minket is megerősített ezeken a döntéseken keresztül, másrészt nem születtek olyan veszélyes döntések, amelyek esetleg mondjuk az ukrajnai háborúnak az eszkalációjához vezethetnének. Tehát, hogyha mondjuk Ukrajna kapott volna egy meghívást a csúcson, akkor ez szerintem ez egy nagyon komoly politikai és biztonsági kockázatot jelentett volna. De ilyenről szó se volt végül, mert a fősodorban lévő országok, és ide sorolom Magyarországot is, tehát a higgadt országok kezdettől fogva amellett érveltek, hogy ez a kérdés most ne legyen napirenden. Most a részletekben nem megyek tovább, mert nagyon sokan vagyunk, és gondolom ez így felütésnek elég. Igen, nagyon szépen köszönöm. Akkor rögtön, ha lehet, tárcát is váltanánk, és a honvédelmi tárca részéről nagyon örülünk, hogy itt van Guillaume Gábor államtitkár úr, képviselve ezt a nagyon kiemelten fontos területet. Lehet ugyanezt kérdezni, hogy látta a vilniuszi csúcsot, illetve hogy hogyan látja, hogy ez a csúcs a döntéseiben Közép-Európa, mint régió biztonságát erősítette, gyengítette, a NATO keleti szárnya kitettsége nagyobb, kisebb, megfelelő választ kapott ezekre a kérdésekre? Hát ugye a kelet-közép-európai régiónak a jelentősége szerintem eddig is nagy volt, hiszen, ha úgy tetszik, eddig is frontállamok voltunk, tehát a NATO szövetségnek a határállamai voltunk, csak ugye most tudatosodott bennünk, hogy a több évtizednyi béke az nem jelentette azt, hogy a béke állandóan itt lesz. És hogy a háború eltűnt a környékünkről. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy felismerés kell legyen egész Európa számára, hogy 60-70 év béke az egy emberi történelmi léptékekben nem túlzottan nagy, és ideje fókuszpontba vagy prioritásként kezelni a védelmi képességeknek a növelését, amik hát őszintén szóval mondjuk egy-két ország kivételével meglehetősen hátrasorolódtak a politikai vezetés és a társadalom szemébe is, a társadalmak szemébe is. Ugye amikor arról beszélünk, hogy de hát itt a NATO hadereje az pontosan olyan erős, mint a tagállamok hadereje.
Hát a NATO az nem egy elvonatkoztatott, a tagállamoktól elvonatkoztatott szervezet és képesség, az valójában a tagállamoknak a haderejének az erősségétől, védelmi képességétől függ. Én azt hiszem, hogy az egyik fontos döntés, ami megszületett, ez a védelmi beruházási kötelezettségvállalás, ami ugye a 14-es Velszi csúcson abba maradtak, vagy az volt a döntés, hogy azt vállalják a tagországok, hogy 10 éven belül elérik a GDP 2%-át védelmi képességek tekintetében a védelmi kiadásokban. Ez most a csúcson, mint minimum kritérium fogalmazódott meg, tehát hogy legalább a 2%-ot kell költeni. És egyébként mi látjuk is a magyar haderőfejlesztésen is, hogy bizony legalábbis azok a védelmi megoldások és eszközök, amik jelenleg rendelkezésre állnak, azok hatalmas pénzeket igényelnek. Tehát nem szeretnék most konkrétan számokba belemenni, de érdemes egyébként Lengyelországra odafigyelni, akik nagyon komolyan elköteleződtek a védelmi képességeik növelésére, és ők már a GDP 4%-áról beszélnek. Tehát ez egy komoly és jelentős, és valószínűleg nagyjából ilyen számokról kell beszélnünk a többi ország tekintetében is. Mindenesetre az egy kihívást fog jelenteni az összes tagországnak, hogy akármennyi a GDP, akármennyi százalékáról is beszélünk, jelentősen többet fog kelleni költeniük védelmi kiadásokra, mint amennyit eddig költöttek, aminek hát a költségvetési forrását kihívást lesz előteremteni. Hiszen költségvetési hiányt nem fognak elengedni, adót emelni nehéz, és akkor marad a költségvetés átstruktúrálása, azaz más kiadásokra kevesebbet kell költeni. Tehát ez mindenféleképpen egy jó határozat, ennek a megvalósítása bizony komoly politikai vitákat fog eredményezni a tagországokban. Nagyon köszönöm. Egy sor kérdés nyilván már is itt van az asztalon előttünk. Hogyha lehetséges, akkor még egy kérdésem, mielőtt a parlamenthez fordulunk, a kormányzati oldalon maradnék. A miniszterelnökség részéről azt gondolom, hogy egy különleges felelősséget lehet érzékelni, hiszen minden kormányzatban a miniszterelnöki iroda, minisztérium egy különleges szerepet tölt be. Ebben a konkrét kihívásban, vagy helyzetben, amikor a NATO csúcsra készülünk majd nyilván a Washingtonira, látjuk a különböző elvárásoknak a megjelenését, feladatok megfogalmazódását, illetve azt a nagyon komoly következményekkel járó költségvetési döntéssorozatot, ami minden NATO tagállam előtt áll. Lehet egy kérdéssel ezt egy kicsit megbolygatni, hogy hogyan néz ki ez a miniszterelnökség részéről, hogyan látja a miniszterelnökség feladatát ennek a stratégiai szempontrendszernek a kialakításában, támogatásában, megfogalmazásában. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a szakmai munkát mindig is a szaktárcák fogják elvégezni, és náluk jobban senki nem érte ez a területhez, tehát csak kiegészíteni tudom azt, amit a kollégák előttem mondtak. Én úgy gondolom, hogy a mi oldalunkon alapvetően a stratégiai megközelítés az, ami úgy kerül szóba, hogy nem kifejezetten, mint katonai stratégia vagy külpolitikai stratégia, hanem úgy próbáljuk ezt a problémát, illetve ezt a lehetőséget szemlélni, mint az ország egész előtt álló kihívást. És nyilvánvalóan az, hogyha egyes NATO tagállamok, így mi is mondjuk a GDP-nek a 2%-át költjük a védelemre, vagy adott esetben többet, ez számos egyéb lehetőséget is megnyit. Lehetőséget ad új nemzetközi együttműködések kialakítására, akár azokra az új alakulatokra gondolok, amik az elmúlt években jöttek létre a különböző NATO struktúrákba tagozódva Magyarországon, amik nyilván az ország biztonságát növelik, de ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy például a védelmi ipar fejlesztése milyen lehetőségeket jelent az országnak hosszú távon, és figyelembe véve azt, hogy például a védelmi ipari fejlesztések azok nem az ukrajnai háború kitörése után, hanem már évekkel ezelőtt megkezdődtek, ezért érdemes azt is figyelembe venni, hogy ezek milyen gazdasági lehetőségeket, illetve adott esetben tudományos kutatásfejlesztési lehetőségeket nyitnak meg az ország előtt. Tehát ha lehet ezt kiegészíteni, amit az előző két felszólásban hallottunk, akkor mi talán ezt a
gazdasági jellegű szemletet hoznánk be, hiszen kiemelt érdek az, hogy azokat az eszközöket, amiket a Magyar Honvédség például rendszeresíteni fog, ezekből minél többet Magyarországon állítsunk elő, hogy ezekkel munkahelyek jönnek létre, magas hozzáadott értékű termékeket állítunk elő, és bekapcsolódhatunk olyan globális, illetve néhány esetben ugye kicsit kisebb ellátási láncoknak a működésébe, amelyek új lehetőséget nyitnak meg számunkra. És ahogy azt ugye az augusztusi zalaegerszegi gyárlátadon is hallottuk miniszterelnök úr beszédében, ez egy tudatos stratégia, tehát különféle iparági partnerekkel együttműködve arra törekszünk, hogy ezt a lehetőséget minél jobban kihasználjuk. Nyilván az elsődleges mindig is az ország védelme lesz. Tehát a kormánynak feladata az, hogy biztosítsa, hogy a Magyarország lakosság, illetve a magyarok általában a lehető legbiztonságosabb körülmények között élhessenek. De nyilván, hogyha ez megnyit lehetőséget például arra, hogy bizonyos eszközöket magunk gyártsunk le, vagy később ezeket az eszközöket, amikor a mi megrendelésünket már teljesítették a gyártósorok, esetleg exportra is kínáljuk, akkor érdemes arra gondolni, hogy ez mondjuk nemzetgazdasági szempontból mit jelenthet. Talán ebben tudunk hozzájárulni adott esetben ez a közös gondolkodáshoz. Bocsánat, nagyon szépen köszönöm. És azt látom, hogy teljesen logikusan kell, hogy a kérdés feltevésben hozzárakjuk ezekhez a kérdésekhez a parlamenti szempontokat, a parlamentben összefogható, vagy a parlamentben megjelenő különböző prioritásokat. És azt gondolom, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy mindezek mögött, a döntések mögött milyen támogatás érzékelhető a választópolgárok, a szavazók részéről, milyen nyomások, milyen kérdések jelennek meg, van-e az a fajta támogatás, amelyről Sztárai Péter államtitkár úr beszélt, ami meghatározó volt valóban a NATO-tagság elérésében egy markáns többséggel, van-e ebben változás, érzékelnek-e elmozdulást, illetve ha igen, akkor milyen irányban, és ez hogyan merül föl ma a választókkal való kapcsolattartásban. Nem tudom, miután Gósak képviselő úr már itt hozzászól, talán kérhetem, hogy ő kezdje itt a kört. Köszönöm szépen. 90 óta vagyok parlamenti képviselő, tehát van némi rálátásom arra, hogy változott a választóknak a véleménye. Az a helyzet, hogy egészen nem a Krím elfoglalásáig, hanem a tavaly februárig a magyar választók döntő többségének volt egy olyan általános érzése, hogy kitört a világbéke. És ez most már így marad. És hiába mondtam nekik, hogy nézzük meg a valóságot. 90-től nézzük rendszerváltás. Egyszerű definíció, mikor mondható egy ország külső biztonság szempontjából nehéz helyzetben lévőnek, vagy kockázatban lévőnek, például akkor, hogyha valamelyik vele szomszédos országban dörödnek a fegyverek. Ez nem egy bonyolult definíció. Most a helyzet az, 33 éve van rendszerváltás, ebből egyébként 20 évet úgy éltünk le, hogy valamelyik szomszédos államunkban, vagy valamelyik szomszédunkban fegyverek dörögtek. Mindegyik olyan ország ráadásul, amiben magyar kisebbség van. Ugye kezdődött Ceausescu féle lázadás polgárról kinek fordítja, de azt nem lehet eltagadni, hogy egyébként még 90 tavaszán Marosvásárhelyen a magyar népesség ellen volt pogrom, fegyveres pogrom, meg amikor mondjuk kivégeznek így hirtelen egy államfőt, mondjuk az, hogy bizonytalan a helyzet. Oké, elmúlt. Rögtön jött a délszláv válság. Horvát fegyverszállítással, mindenfajta NATO kéréssel, és az eltartott 10 évig, ahol egyébként ott is rettenetes helyzetek alakultak ki, tudatos népírtás, most nem sorolom fel végig, de mondhatjuk azt, hogy és egyébként ugye tudjuk, hogy a délszláv háború a vajdasági magyar kisebbséget is milyen hátrányosan érintette, sőt. És utána jött 14-ben a Krím elfoglalása. Tehát az a helyzet, hogy emberek ébresztő, hiába mondtuk, hát 20 évet úgy éltük le, hogy valamelyik szomszédunkban dörögnek a fegyverek. Hát most, hogy ezt hogy lehet megítélni, gondoljunk bele, valamelyik szomszédunkban állandóan áll a bál. Nem érezzük jól magunkat, nem? Beri az a férje a feleséget, feleség a férjet, késelnek, baléznak, rosszul érzem magam. De érdekes módon az ukrán háború kitöréséig nem lehetett erről beszélni. Nem is kellett kampányolni, mert teljesen reménytelen volt. Ez drámaian megváltozott az ukrán-orosz háború kitörésével.
És ma már azt érzékelem, hogy ugye hirtelen a Covid-válság idején és a teljes nyilvánosságot a Covid uralta el, most a háború uralja, nincs választói találkozó, amikor nem kérdezik, hogy meddig tart, mi van még. Tehát, hogy ez nagyon érintően foglalkoztatja az embereket, és ez megágyaz annak a politikai konszenzusnak, ami szerintem a parlamentben megvan, hogy a magyar honvédséget fejleszteni kell. Ebben egyébként ám még a Mi Hazánk is egyetért, mert időnként szokták, csak teljesen más mondanak a magyar biztonságpolitikáról, körkörös védelem, meg izé. Ami, hát ezzel vitatkozni kell, nyilván nem értünk el egyet. Tehát most, ráadásul, hogyha hozzátesszük még, hogy egyébként nem létezik honvédelem hadipar nélkül, honi hadipar nélkül, hogy akarunk bármit is csinálni, hogy egy töltényt nem tudunk itthon előállítani. Mert volt egy olyan időszak Magyarországon, amikor a magyar honvédség, vagy nem a magyar hadipar a egyetlen teljesítménye a 4 lövető gumilövedékes pisztoly volt. 14-es kaliberrel. Tehát az se egy erős valami, de kóborkutyák ellen képségtelen jó. Tehát nagyon-nagyon mélyről indulunk, de én azt látom, hogy most van egy konszenzus. Nyilván vannak viták, Gripen, nem Gripen, utántöltés, akkor mindenki konzekvensen a páncélozott szállító harcember tanknak hív a Magyarországon, amit nem, de mindenki, tehát furcsa mondani, ezt még a katonák is átvették, teljes tévedés sem alapul, de azt némiképpen az egész folyamat, hát a haderőfejlesztés elismeréseként veszem, amikor a szlovák napilapok egy része arról ír, hogy ezt is megértük, a Magyarországon gyártott német páncélozott szállító harcművel fegyverezzük fel esetleg a szlovák gyalogosokat. És hogy mivé lesz Szlovákia, akkor tették fel ezt a kérdést, hát semmivé persze. Csak azt akarom mondani, hogy ez ugye... egyfajta elismerés annak, hogy itt mégis van valami komoly gondolatfejlesztés, és akkor itt vannak nagyon komoly viták. De ez már részletkérdés, és talán nem is annyira parlamenti, mint kormányzati kérdés, hogy ennek a háborúnak vannak nagyon komoly tanúságai. Például a magyar, az első programban drónfejlesztésről nem volt nagyon szó. Most azt látjuk, hogy ezek a drónok milyen kulcsfontosságú szerepet játszhatnak bizonyos helyzetekben. Megint nagy kérdés, hogy milyen típusú harcra kell felkészíteni adott esetben a magyar honvédséget. Ebben is van nagyon komoly szakmai vita, mert egyébként látjuk, hogy egyelőre, ha jól látom, Ukrajnában sem dőlt el, hogy most akkor milyen harcászat eredményes egy ilyen háborúban az oroszok ellen. Tehát az ukránok is kísérleteznek mindenfélével, a mélységi áttöréstől kezdve, beszivárgáson át, a ilyen természeti akadályok, mint bizonyos biztosítási eszközöknek a használatával. Tehát mi mindent látunk, ezt már nem tudjuk mi megítélni, a parlamentben nem is szoktunk ilyenekről vitatkozni, de hogy 2%-ot el kell érnünk GDP-ben, honvédelmi kiadásokban, abban konszenzus van, szerintem a parlamentben is. Hogy ehhez kell magyar védelmi ipar, ebben megint konszenzus van. Tehát ebben nincsen vita. És akkor van egy csomó részletkérdés, amiben vitatkozunk, hogy akkor most forgószárnyas képesség, vagy a rakétatüzérség, hogy kell, mind kell, drónok, de azt már azt hiszem, hogy még a Whitefield-eket sem nagyon foglalkoztatja, csak az, hogy akkor van-e vagy nincs. Ami nagyon nagy hiátus, nem csak nálunk mindenütt, hogy azt mérhető, hogy jóval kevesebben akarnak a haza védelmében fegyvert fogni, mint 50 évvel korábban. Tehát ez kiesett valahogy az érdeklődésből, tehát akkor honvédelmi nevelés, meg egy csomó minden, és hadd tegyek hozzá még valamit, ugye a katonáskodáshoz kell bizonyos fizikai képesség. Most nem, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy 20 és 30 év közötti fiatal ember, aki egészséges, az mondjuk tudjon lefutni egyszerre értelmezhető időn belül 10 kilométert. Tudjon felmászni egy 15 méter magas rúdra. Le is akkor itt vannak bajok. Tehát ott az az igazság, hogy a honvédelmi képességek nem csak arról szólnak, hogy tudok előni, megértem a különböző bonyolult eszközök használatát, hanem itt komoly hiányosan, ami ráadásul nem csak honvédelmi képességben játszanak úgy szerepet, de úgy általában az egészségünk megjavulása érdekében. Itt azért vannak nagyon komoly elmaradások, tehát hogyha a politikának van valamiben feladata egészség és arra való nevelés,
hazaszeretet, honvédelmi ismeretek, ilyesmi, hogy egy kicsit valamilyen eszközökkel mozdítsuk azt elő, hogy oké, itt lesznek a leopárdok, meg a linkszek, meg a mindenféle cuccok, de hát az kimászik beléjük. Ez fontos kérdés. Nagyon köszönöm. Harangozó képviselő. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az MSZP képviselőjéként az euróatlanti elkötelezettségről nem kell külön beszélni. Az én pártom volt az, amelyik először célként kitűzte, és utána a megvalósításban azt gondolom oroszlán szerepet játszott. Mert teljesen világosá vált a rendszerváltás után, hogy a magyar embereknek a jólétét, megélhetését és a fizikai biztonságát is ez a biztonsági és politikai környezet tudja garantálni. Arról nem beszélve, hogy mi magunk is egy érték, politikai értékközösségen belül itt érezzük jól magunkat, és azt gondolom, hogy ide is valóak vagyunk Európában, Európai Uniós tagként. Képviselőtársam is említettünk felvezetőben, és volt arról szó, hogy nem volt a honvédség szerepe se a politikában, se a költségvetésben, sehol az elmúlt évtizedekben a helyén kezelve, vagy én azt mondom, hogy a helyén volt kezelve a realitások szintjén, és igaza van kés a képviselőtársamnak, hogy a délszláv háború az itt volt, és ugye én szekszárdiként, mi még esténként néztük is a fénycsóvákat, meg hallottuk a hanghatásokat is, de egyrészt nem hitte el senki igazán, hogy az minket fenyeget, másrészt miután elmúlt, megint volt még egy jó évtized, még több évtized is, amikor meg aztán tényleg semmilyen biztonsági kihívást itt Európában nem érzékeltünk. És ez nem mentegetés, csak szerintem ilyenkor logikus, ami bekövetkezett, hogy a politika és mindenki más békeidőben nem a hadsereg felfegyverzésére, hanem mondjuk a gazdaság vagy az emberek jólétére költi azt a pénzt, esetleg oktatásra vagy egészségügyre, az sem hátrányos. A kérdés szerintem az, hogy miután ez most bekövetkezett, és ennek a reális esélye az oroszok eredeti szándéka szerint, nem ami lett belőle, hanem az eredeti szándéka szerint, hogy Záhonynál ismét orosz határőrrel kell találkoznunk, ugye azért ez megrázza a magyar embereket még a történelmi tapasztalatok alapján is, és nyilvánvalóan foglalkoztat mindenkit. Hogy erre a NATO hogy reagált, vagy éppen a magyar kormány hogy reagált, szerintem az érdekes most itt. És én azt gondolom, hogy az akármilyen nagy és lomhának tűnő szervezet is az a NATO, szerintem kifejezetten jól reagált, és nem egyszer, sőt majdnem minden alkalommal elmondjuk, hogy milyen történelmi csúcs volt akár Wales, akár Madrid, akár most ez, mert hogy magához képest, meg az eddigi gondolataink, tudásunkhoz képest tényleg átlépte az árnyékát, azt gondolom, hogy ez a közösség. És Vilniusról is csak annyit tudok mondani, hogy szerintem nem történt más katonai szempontból, pláne nem, hogy többek között a madridi stratégiai döntéseket elkezdik végrehajtani, ami nagyon helyes és rendben van. Ami pedig a választókat illeti, szerintem a NATO-tagságban valóban abszolút konszenzus van, ezeket bármilyen közönkutatása pár preferencia szerint is meg lehet nézni, tehát nem csak az elit, hanem a támogatói köre is így gondolja majdnem minden pártnak, annak is valószínűleg, amelyik nem ezt képviseli, márhogy az ellentétét képviseli. Én egyre szeretném felhívni a figyelmet, és nem szeretném kerülgetni a forrókását sem. NATO parlamenti közgyűlés tag vagyok, nem telik el olyan közgyűlésünk, vagy bármilyen találkozónk, ahol az egyik legnagyobb kihívásként itt Európában nem az orosz dezinformációt jelölik meg, is az olyan küzdelme. Ebben Magyarország nagyon-nagyon rossz állapotban van. És amikor a csökkenő NATO támogatottságot nézzük, vagy egyre extrémebb nyilvános megszólásokat is átlag emberektől, érdemes csak közösségi oldalakat néha megnézni, akkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy elképesztően jelen van ma Magyarországon, és nem nagyon látjuk, és ezt egy problémának tartom, én magam legalábbis, hogy komoly kormányzati fellépés lenne azzal szemben azt a korlátlan ökörséget, ami konkrét orosz dezinformációs csatornákon érkezik, és itt némi politikát engedjenek meg, az én részemről mégiscsak képviselő vagyok, és azt a ilyen félig meddig orosz barát kommunikációt, amit néhány, és nem is néhány nagyon gyakori esetben a kormány közeli médiumok megengednek maguknak. Ezeknek utána a közvélemény változásában lesz hatása. És végezetül a parlament szerepe.
Szerintem nem töltjük be a szerepünket. Szeretném itt hozzátenni, és nem azért, mert itt ül, mert nem tudtam, hogy itt lesz Kósa, és akkor is gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy még mindig... Jegyzetelek. Nyugodtan. Még mindig az egyetlen, szerintem már, bocsánat, nem mindig, hanem az egyetlen parlamenti bizottság vagyunk, ahol nincs a politikai vitának idő vagy szólás mennyiségi korlátja. Ennek is köszönhető, hogy vidám 4-5 órás bizottságüléseink szoktak lenni. De ez az elnök vezetés és tűzlós elnök. Rájött Kósa elnök úr, hogy megdicsértem nyilvánosan. Azért az jó. Tudom, vállalom a következményeket. De szerintem az nem normális, hogy ma Magyarországon... De szerintem nem normális, hogy ma Magyarországon rendkívüli jogrend van érvényben a szomszédunkban dúló háborúra hivatkozva. Ebben a jogszabályban, amit a parlament erről elfogadott, az van tételesen leírva, hogy a kormány rendszeresen tájékoztatja a Magyar Országgyűlést, elsősorban a szakbizottságán keresztül. Szeretném őket tájékoztatni, hogy nincs rá igény az én bizottságomban, hogy ez rendszeresen megtörténjen, pedig viszonylag jól fizetett munkás emberek vagyunk, mondom, képviselőtársamnak, és akár nyáron is ráértünk volna, ha lent volna rá igény bennünk, vagy hát a többségben, a testületben. Egyetlen egyszer volt egy nagyon komoly tájékoztatás a háború kitörése után körülbelül 2 vagy 3 nappal. Na, az olyan volt, amilyennek egy parlamentben ennek lennie kell. A teljes belügyi és honvédelmi vezetéssel, titkosszolgálati vezetőkkel, katonai vezetőkkel. Rövidtávú stratégiai kérdésekre, válaszokra került ott sor. Azóta nem láttuk őket ilyen témakörben, akár zárt ülésen sem. Nyilván ezek alapvetően zárt ülések kellene, hogy legyenek. És én csak kapacitálni akarok mindenkit, hogyha nagyon érzékeny a Fidesz mégiscsak a demokratikus elkötelezettségre, és kikéri magának például a svédek kritikáját, akkor ezt vegyük már komolyabban, mert ez így komolytalan. Tehát komolytalan, hogy a magyar parlament szakbizottsága az a törvényjavaslatok tárgyalásának a nem tudom milyen végrehajtását csinálja. Szerintem ennél sokkal több dolgunk tudna lenni, akár ellenőrző szerepünkben, akár kezdeményező szerepünkben, és tudom, hogy rövid ez időt, hogy csak egy mondat, ez nyilvánvalóan igaz a honvédelmi beszerzésekre is. Én 10 óta képviselő vagyok. Én most is el tudom önöknek mondani, hogy egy színes szakos brossúrán kívül nem tudom, mi az az Rényi 2026. Azt tudom, hogy milyen közbeszerzés alatti mentesítések jönnek be hozzánk, milyen konkrétságban, de hogy ez milyen stratégia mentén a következő évben, vagy a következő évben mit fog jelenteni, és az miért lesz jó a magyar honvédségnek, azt még senki nem jött el. Biztos tudják, de ha ezt a parlamentet komolyan veszük, akkor szerintem illene elmondani a képviselőknek is, és akkor talán nagyobb bizalom lenne egyébként ezen a területen is, és nyilván akkor is nagyobb bizalom lenne, ha például egy ilyen Gidrán típusú botrány nem robbanna ki, de ezt nyilván majd máskor meg máshol. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon köszönöm. Tompos. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az ritka alkalom, hogy egy semleges helyszínen ellenzéki kormánypárti, illetve független szakértők egy asztalhoz ülnek le, úgyhogy ez egy kifejezetten nagy élmény. Én egy fokkal hátrébről kezdenék. Az én megélésem a választó kapcsán, bár én csak tavaly óta vagyok képviselő, hogy általánosságban az olyan nagy szervezetekkel, mint a NATO, az EU, az ENSZ, a V4, nincs olyan közvetlen kapcsolat, mint ahogy például egy debreceni lakos számára az akkumulátorgyár fontos, a soproni számára fontos a feltöltő állapota, és így tovább. Tehát a helyi ügyekhez sokkal inkább kapcsolódik mindenki, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos történések közvetetten jelennek meg az életünkben, pontosabban akkor, hogyha valami kiváltja ezt. Például a NATO-nál az ukrajnai háború gyakorlatilag felélesztette az érdeklődést, a hazait, a szervezet kapcsán. Ugyanez igaz az EU-ra, ahogy fontosan halljuk a konfliktusokat, itt nem volt egyetértés, jogállamisági eljárások, EU-s pénzügyi kérdések, és így tovább. ENSZ-nél ugye a Covid volt egy ilyen, ami előtérbe hozta több ENSZ szervezetnek a szerepét. Tehát nincs közvetlen, hanem közvetett megélés van. Ez viszont azt jelenti, hogy a média, illetve a politikai csaták színterévé válik az összes ilyen. Hiszen mivel nem közvetlenül figyeli a választó azt, mi történik ezekkel a szervezetekkel, ezért azt fogja meghallgatni, hogy mit mond róla egy-egy párt. És ennek fényében számomra tényleg kifejezetten örvendetes, vagy örömteli, hogy még így is, és én is készültem számokkal, még a mi hazánk szavazóinak is a 67%-a támogatja
Magyarország NATO tagságát. Ugye ez a Politikusok volt a felmérése, a Momentum szavazó 93%, de a Globsec felmérés szerint is a megkérdezettek 80%-a minden mai napig belépne a NATO-ba. Tehát, hogy ezzel abszolút univerzálisan jól állunk. Ami viszont szerintem borzasztó, és hadd folytassam itt Kósa képviselő úrnak a gondolatmenetét, az, ami a honvédelmi elköteleződés, vagy a hazáért való kiállás, abban nagyon nem állunk jól. Tehát, hogy szintén a Publikusnak volt erre felmérése. Jelen pillanatban a kormánypártiak 20%-a mindenképpen jelentkezne önkéntesnek a hadseregbe, 11%-a csak végveszély esetén, 67%-a pedig egyáltalán nem áll szándékában. Az ellenzékieknek jóval kisebb arány, akik mindenképpen 8%, jóval nagyobb azoké, 25%, akik ezt végveszély esetén megtennék. Tehát érezzük, és ehhez kapcsolódik az, hogy 50 haderőbe vetett bizalom 53%, 2022-ben ez még 75% volt. 22%-kal esett egy év alatt. Ez elképesztő. És itt van velünk a hadsereg képviselője, illetve a honvédelmi tárca képviselője, tehát én nagyon örülnék, hogy erről tudnánk beszélni, mert én úgy gondolom, hogy ez borzasztó, a haderőbe vetett bizalom, a haderő olyan fejlesztés, amit Lengyelországban láthatunk, és én úgy tudom, hogy ott 5%-os GDP arányról beszélnek. Tegnap videóban már 5%, de lehet, hogy más néztük. De hogy ugye ott nagyon komoly HIMARS és egyéb beszerzések, F-35-ösök, tehát ott egy nagyon masszív fejlesztés zajlik. Ott én úgy érzem, hogy ott van egy olyan stratégia, ami meglovagolva a mostani NATO felé való érdeklődést, ugye a társadalomban ott erősen megvan, tényleg egy stratégia mentén építi ezt ki. Na most én képviselőként bármit kérdezek a honvédelmi tárcától, az a válasz, hogy ez honvédelmi okokból nem nyilvános. Tehát így azért nagyon nehéz azt mondani a saját választóimnak is, hogy figyeljünk erre, figyeljünk a hadseregre, de fogalmunk sincs, hogy mire. És még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos az ukrán háború kapcsán, hogy elhangzott itt a délszláv konfliktus. Igen, de az ukrán háború egy 21. századi, bocsánat, orosz háború Ukrajnában egy 21. századi konfliktus. Kis túlzással élőben követjük azt, hogy mi történik. Teljesen másik világ. És ennek két következménye van. Az egyik az, hogy fáradtság, tehát egyrészt elfogy a téma. Én nemrég voltam Varsóban egy konferencián, ott az ukrán résztvevők, akik bemutatták az aktuális elképzeléseiket, az volt az első mondat, hogy nagyon hálásak nekünk, amiért még figyelünk erre a témára. Elfogy, elfárad. Nehéz fenntartani a figyelmet a közösségi média világában. A második probléma pedig, mivel ez egy nagyon érdekes téma volt, hát több mint egy éven keresztül, ezért nyilván a politikai csatározások frontjába került, ami szerintem egy olyan esetben, amikor megtámadják a szomszédunkat, nem lett volna szabad. Tehát itt is nemzeti konszenzusra való törekvés lett volna a cél. Én nagyon sajnálom, hogy ez nem így alakult, és remélem, hogy tudunk majd beszélni arról, hogy ez miért így van. Nagyon köszönöm, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügy elhangzott, vagy olyan kérdés felmerült, amire nagyon fontos lesz itt a beszélgetésben kitérni még. Sztárajám titkár úr, ha akar reagálni erre egy gyors körben. Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzés. Egyrészt a dezinformációval kapcsolatban, gondolom mindenkit az asztal körül azért követi a nyugati médiát. Én pont azt látom, hogy a nyugati médiában nem jelenik meg egy sor szelete ennek a konfliktusnak. Az, hogy ez a történelmileg, nyelvileg, kisebbségi szempontból, stratégiailag, ennek mi van a hátterében, és Oroszország miért támadta meg Ukrajnát, ez nem jelenik meg, csak egy teljesen egyoldalú történetmesélés. A magyar médiában azt gondolom, hogy minden megjelenik, tehát igazából itt minden szempont felmerül, az is, ami Ukrajna mellett szól, az is, ami Oroszország mellett szól. Tehát nem állunk ilyen szempontból, szerintem rosszabbul, mint sok másik demokratikus ország. A Honvédelmi Bizottság gyakorlatát kevésbé ismerem, oda ritkábban járok, de ezt majd Lajos elmondja, de a Külügyi Bizottságban azért az volt a gyakorlat eddig, hogyha kértek a képviselők vagy az elnök tájékoztatási konkrét ügybe, akkor zárt ülésbe bementünk, és elég részletekbe menően tudtunk tájékoztatást adni a kormánypárt és az ellenzéki képviselők jelenlétében. Tehát én ezt azt gondolom, hogy nyilván függ az elnök hozzáállásától, de nem hiszem, hogy ez egy lehetetlen dolog a jövőben sem. És az utolsó pont a Mártonnak a felvetése, hogy,
hogy ebből nem lehetett konszenzust építeni. Szerintem annak megvoltak a nagyon komoly politikai okai, mert nagyon máshogy látták a kormánypártok és az ellenzéki pártok jelentős része azt, hogy hogyan kell a konfliktushoz viszonyulni. Tehát ez egy valós és jogos vita, politikai vita, hogy egy ilyen helyzetben, mikor a szomszédunkban van egy 150 ezeres magyar kisebbség, és abban az országban, bár odébb, de mégis abban az országban kitör egy ilyen konfliktus, akkor mi a helyes hozzáállás? És mi meg vagyunk győződve arról, hogy az a helyes hozzáállás, hogyha nem hozzuk a frontvonalat közelebb a magyar határhoz, egyik oldalról, másrészt nem látjuk azt, hogy a ukrán fegyverekkel való ellátása az egy olyan stratégia, ami közelebb hozná a békét. Hiába is, de valamilyen módon egy ponton ezeknek kell kezdenük beszélni egymással, mert egyébként soha nem lesz béke. Tehát és itt szétválik az ellenzéknek és a kormánynak az álláspontja. Én nem is gondolom, hogy ezt föl lehet, vagy föl kell oldani. Ezt el kell magyarázni az embereknek, hogy ezt máshogy látjuk, és az emberek pedig el fogja dönteni, hogy melyikkel értenek jobban egyet, mint ahogy az egyébként a tavalyi választáson szerintem valamennyire meg is nyilvánult. Inkább a kormánypártoknak a háborúból kimaradni akaró álláspontjával, vagy stratégiájával értettek egyet. Köszönöm szépen. Egy sor honvédelmi kérdés is felmerült, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Csak a dezinformációra egy picit visszatérve. Tehát hála Istennek itt a mi környékünkön elszoktunk a háborúktól. Tehát a dezinformáció az a hadviselés része. Tehát ezt így is kell tekinteni, ezzel nem kell meglepődni, hogy mindkét oldalról dezinformáció van. Tehát ez része a háborúnak. Mindig is az volt. Különböző formában, amit éppen a technológia. Tehát dezinformáció mindig ott lesz, ahol háború van. Ehhez úgy kell hozzáállni, hogy ez bizony, ez a hadviselés része. Ugye, ami a haderőfejlesztést illeti, ez Zrínyi 2026, ugye ez 26-ig mindig 10 évre tervezünk előre egy felvázolt haderőkép mentén, ami felülvizsgálatra szorul, és most is felülvizsgálatra szorul, hiszen látunk, hogy amikor arról beszéltem, hogy a védelmi képességeknek az elérése, amit az európai országok szeretnek, ahhoz bizony jelentős pénzösszegek kellenek. Viszont amit most látunk, hogy és előtérbe kerültek, ami azt gondolom, hogy örvendetes, hogy vannak egészen olcsó megoldások. És ez a drón. Ez a drón technológia. Ez ugyanakkor az egyik ilyen tanúság, amit látunk, vagy kihívás ebben a háborúban, az a költség-haszon elvének a felborulása, hiszen ezek az öngyilkos drónok, az iráni drónok, ezek ilyen 15-20 ezer dollárba kerülnek, és egy légvédelmi rakéta, ami ezt belövi, az pedig ilyen több százezres dolláros nagyságrend. Tehát itt a gazdaságosság, hogy ennyire cinikus legyek, az felborul, és egyelőre nincs rá megoldás. A lakosság, vagy a honvédelme való részvétel, vagy a katonáskodási hajlam, abban tökéletesen egyetértek Tompos képviselő úrral, de ez mindenütt probléma. Egyébként probléma a lengyeléknél is. Ugye azt láttuk, hogy ott volt egy fellelkesülés a háború kitörésének a pillanatában, de utána, és ott tényleg akkor tömött sorokba álltak az önkéntesek a toborzóirodáknál, de ez pár hónap múlva lecsengett. Tehát ez ott is probléma, illetve ugye annak ellenére egyébként, hogy azért a legjobb toborzó mindig is a valós, a gyűlölt ellenségkép volt. Nálunk ez nincs jelen. Tehát nincs az, hogy nekünk van lenne egy gyűlölt ellenségünk. A lengyeleknek van, és ki is mondják. Tehát ez egy erős toborzó. És ilyenkor egyébként egész Európában az helyzet. Tehát azok a statisztikák, amiket Tompos képviselő úr mondott, az gyakorlatilag mindenütt igaz. Én egy februári németországi felmérést, nyilvános felmérést olvastam. Megkérdezték a 18 és azt hiszem 30 év közötti korosztályt, hogy mit tennének, hogyha Németországot támadás érni, és több mint fele azt nyilatkozta, hogy azonnal elhagynák az országot. És hát ugye ezt a társadalmi hozzáállást kell megváltoztatni, és azt gondolom, hogy ezt aprólékos munkával, alapvetően az oktatáson keresztül.
ezért indítjuk el, és szeretnénk elérni azt, hogy minden középiskolában kötelező jelleggel tanuljanak honvédelmi ismereteket a diákok, ezeket nyilván fokozatosan fogjuk bevezetni, illetve van egy nagyon sikeres programunk, ez pedig a kadét program. Hát itt most már majdnem 8000 diák vesz részt a kadét programba, több mint 140 iskolával, tehát ez folyamatosan nő, tehát évről évre ilyen kétszámjegyű léptékbe nő a kadét hallgatóknak, vagy a kadét diákoknak, növendékeknek a száma, és az iskolák is sorba csatlakoznak a programhoz. Én azt gondolom, hogy tehát egy haderőfejlesztés az egy aprólékos, hosszú távú munka, és a legaprólékosabb, leghosszú távú munka a társadalomnak a hozzáállásának a megváltoztatása, és ez bizony az oktatáson keresztül kell megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm, csak néhány dolognak szólnék hozzá. Szerintem azért ez nem egy 21. századi háború, ez inkább az első világháború tévé közvetítésben. Tehát ha megnézzük a lövészárkokat, vagy a logsági romokat, a tüzőségnek a szerepét, azért alapvetően nem egy ilyen high-tech sztorit látunk. Nyilván ott vannak a drónok, nyilván ott van a tévéfelvétel, nyilván ott vannak a GPS adatok, de nagyon jól látszik az is, hogy kiderült, hogy a nyugati képzés az ukrán katonáknak nem igazán megfelelő, hogy csinálják azt, ami az értelek a rohamozást. De kétségtelenül számomra nagyon riasztó, hogy legalábbis úgy viszonyul a nyugati közvélemény ez a háborúhoz, mint ha valami foci meccset nézne, és nagyjából úgy is szurkol az oldalaknak, mint hogyha egy Real Madrid-Barcelona meccset, vagy Fradi Újpestet igény szerint látnánk, ami azért a több százezer fiatal, aki az életét adja az elért számára, nem túl sok vigasz a nap végén. A államtitkárról kapcsolódva, illetve őt megerősítve, az abszolút látszik, hogy például a drón technológiában milyen lehetőségek nyíltak. Ebben is vannak magyar fejlesztések, ugye közösen a németekkel és az izraeliekkel, tehát bízunk benne, hogy ez egy olyan technológia lesz majd, ami előrelépést fog hozni. És talán még egy dologra reagálnék. Ez ugye az, hogy a magyar emberek mit gondolnak a háborúról. Ha egy valamit biztosan tudunk, az, hogy a magyar emberek békét szeretnének és szeretnének kimaradni a háborúból. Tehát ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, és nyilván minden pártnak vannak ilyen közvéleménykutatásai, ebben azért elég nagy az egyetértés, nyilván a politika erre reagál. Ez az asztalnál ülő politikusok értelmesen jobban értenek, mint én, mert régebb óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És tényleg csak ráerősíteni szeretnék az emberanyaggal kapcsolatos észrevételekre. Egyetlen országban Európában a lakosság több mint 50%-a harcolna a hazáért, ez pedig Finnország. Rajtuk kívül senki. És van egy sztori, nem tudom, hogy igaz, de szerintem ebben a körben be lehet dobni, hogy a Finnországban kötelező tartalékos rendszer van, és minden évben van néhány nap, amikor meg kell jelenni a tartalékosoknak a számukra előírt helyeken. És Finnországban 400 ezer tartalékos van a jelenlegi számok szerint, az utolsó alkalommal 600 ezerre jelentek meg ezen a napon, tehát ez azért mutatja úgy gondolom a haza iránt való elkötelezettséget, ha igaz az a történet, ha nem. Nagyon köszönöm, és azt gondolom, ez jól vezet át egy következő kérdéskörhöz, amire nagyon szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit együtt gondolkodni. Pontosan ez a különbségek, együttműködés, hasonlóságok a régión, illetve a tágabb régión belül. Hogy azt gondolom, hogy az a külső nyomás, amit Oroszország támadása jelentett Ukrajna ellen, ez egy teljes mértékben nyilvánvaló stratégiai kihívás a bunyaráton belül is. Láttuk, hogy a Vilniuszi dokumentum ebben foglalkozik is, de különösen nagy nyomás nyilván a közép-kelet-európai régióra. Erről szó is volt, hogy valóban ez az első olyan fejlemény, ami felrázta a közvéleményt is, és ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ez mekkora nyomást jelent. Hogy látják, hogy érzékelik, hogy valóban átalakult a régió belső dinamikája, ezek az együttműködések, amik megvoltak, azok milyen irányban változtak, van-e ennek konkrét, vagy kellene ennek konkrét következménye legyen, akár egy együttműködés növelésében, itt beszéltünk a hadipari gondolkodásról, a katonai befektetésekről, akár egy nevelési együttműködésben is, hiszen például, hogyha a biztonság iránti gondolkodást a régióban látjuk, nézzük, akkor nagyon nagy eltéréseket látunk az egyes országok között abban, hogy hol milyen a közvélemény hozzáállása ehhez a biztonságpolitikai kihíváshoz.
Tehát a régió stratégiai együttműködése talán az, amit a külügyi oldalról lehet kérdezni, de ebben, ezen belül a hadipari együttműködés, illetve magának a régiónak a pozíciója, a helyzete, a NATO-n belüli döntéshozatalra is ez lenne a fő kérdés a következő körnek, hogyha lehet. És akkor nem tudom, kérhetem a Pétert, igen. Köszönöm. Úgy látom, hogy ennek több rétege is van ennek a kérdésnek. Az biztos, hogy komoly változásokat hozott a háború a tágabb térségbe és a szűkebb közép-európai térségbe is. Tehát ha szervezeti szempontból nézzük, akkor a NATO-nál én azt látom, hogy egy komoly és gyors megerősödés zajlott le, hogy komolyabban kell venni magunkat, komolyabban kell venni az elrettentést, mert előfordulhat egy ilyen helyzet, amikor készen kell állnunk megfelelő képességekkel. Az Európai Unióban szintén inkább a megerősödést látom. Tehát egy sor olyan döntés született, aminek egy része mondjuk magyar szempontból nem biztos, hogy nagyon kedvező, de hogy az EU egysége az végig megmaradt ebben a nagyon nehéz és nagyon megosztó helyzetben, azt gondolom, hogy ez inkább az EU intézményének az erősödését mutatja. Közép-Európa szempontjából eléggé negatív hatásokat látok, és ez visszanyúlik egyébként korábbra. Tehát azok a nézetkülönbségek, amik egyébként is megvoltak mondjuk a V4 körben, de mivel béke volt a szomszédban, és volt egy fejlődési út, ezért egy sor kérdés nem is került napirendre, és nagyon szorosan, nagyon tág körben lehetett együttműködni V4 körben. Ez egyik napra a másikra megváltozott, amikor elindult a háború, mert nekünk más a fenyegetettség érzékelésünk és értékelésünk. Ugye korábban is így volt, inkább a déli kihívások, a migráció, terrorizmus, stb. Az, ami szerintem a magyar társadalomban komolyabban rezonál. Nekik pedig egyértelműen egy orosz fókuszált fenyegetettség értékelésük van tőlünk északra és dél-keletre. És ez a háború előtt nem volt probléma, de a háború kitörését követően ez a felszínre került. És ezt nem lehetett kezelni, mert annyira eltérő volt az alapállása az országnak, és emiatt a V4 látványosan megnyergült. Az más kérdés, és ez kevésbé köztudott, hogy azért a V4, ez rengeteg területen működik együtt, és ez most is megy. Tehát az infrastruktúra fejlesztés, ezek mind mennek, mert rengeteg olyan közös érdek van, amire. Csak mindezt elhomályosította, elburította a háborúval kapcsolatos hozzáállás, és úgy gondolom, hogy a politikusok erősen felnagyították még ráadásul ezeket a különbségeket, mert azt gondolták, hogy a saját társadalmuk, a saját választói hátterük szempontjából ez előnyös. És ez megtörte például a magyar-lengyel kapcsolatot egy időre, stb. Most már egy konszolidációs fázisban vagyunk, mert van ez a fáradtság is, meg egy sor egyéb szempont van. Tehát ez egyik a fenyegetettség érzékelés és értékelés, és a másik a kisebbségi kérdéshez való hozzáállás. Tehát a nemzeti kisebbségek kérdése az egy megosztó ügy Közép-Európában, mert vagy az van, hogy valakinek van határon túli nemzeti kisebbsége, de nem igazán foglalkozik vele, vagy fontosabbnak tart egyéb kérdéseket, mondjuk az orosz kérdést. Vagy az, hogy valaki nagyon komolyan foglalkozik vele, de van saját kisebbsége is, amit viszont annyira nem szeret kezelni, vagy annyira nem szereti tágítani a jogait. És ezért inkább háttérbe húzódik, amikor egy másik ország pedig pontosan a nemzeti kisebbségi kérdést forszírozza, mint ahogy Magyarország ezt teszi, mert ez a kötelessége alkotmányosan is. Tehát ez a két ügy szerintem ez ahhoz vezetett, hogy a szövet Közép-Európában egy kicsit meggyengült, hogyha a háború lezárható lesz, akkor utána nyilván egy erős konszolidáció be fog ebbe indulni, és bízunk abban, hogy egy hosszabb távú, stabil és a korábbi együttműködés, a közös érdekek, közös képviseletét eredményező folyamat lesz újra. Köszönöm szépen. Hát csak Sztárai Pétert kiegészítve, hát annak ellenére, hogy itt a V4-ben, illetve itt a régióban, hát nem azt mondom egyedüléként, de nekünk eltérő a hozzáállásunk az ukrán-orosz háborúhoz. Ez tényleg, hogy is mondjam, tehát a kapcsolatokat, a szoros kapcsolatokat feloldotta, ami korábban van. Ennek ellenére egyébként a katonai együttműködés zavartalan. Tehát az továbbra is itt van, és a katonai együttműködés zavartalan. Én szeretnék azért még egy dolgot kihangsúlyozni. Tehát attól, hogy Magyarországnak az ukrán háborúból való hozzáállása az más, mint mondjuk adott esetben a NATO vagy az EU
tagállamok többségének, ez nem jelenti azt, hogy mi nem vagyunk NATO elkötelezett tagok. Tehát ez egyáltalán nem jelenti. Tehát mondok egy példát, ugye az egyik olyan döntés, amit a NATO nagyon gyorsan meghozott, az pedig az, hogy további 4 a meglévő Baltikumba, Balti országokba, illetve Lengyelországba meglévő zászlóaljhoz, vagy harccsoporthoz még további 4-et alapítottak, hoztak létre Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában, és ebbe a zászlóaljba a 8 harccsoport közül egyedül Magyarország az, aki a keretnemzetet is biztosítja, azaz a főerőket a saját országába. Tehát a többi fogadó országban a keretnemzet nem maga a fogadó ország. Tehát mi 570 katonával veszünk részt állandóan ebben a hadcsoportban. Tehát ez az egyik olyan példa, hogy mi igenis elkötelezett NATO tagok vagyunk. Továbbá ugye idén márciusban Székesfehérvárra települt a közép-európai több nemzeti hadosztályparancsnokság. Ez most már elérte a kezdeti műveleti képességet, és igyekszünk a teljes műveleti képességet is elérni. Tehát hogy mondjam, itt tevékeny magyar hozzájárulás van egyébként a NATO közös műveletekhez. Nagyon köszönöm. Nem tudom, Márton, akarsz hozzászólni, vagy... Igen, röviden, jó. Talán egy pár gondolatot röviden. Az első az intézményed működés, amit Péter is említett. Én itt ketté választanám azt, hogy van ennek a folyamatnak egy része, amíg eljutunk a döntéshez. Nyilván az egy fájdalmas kompromisszumokkal teli folyamat, főleg úgy, hogy bizonyos partnerek erőszeretettel szivárogtatják ki, hogy valójában miről is van szó, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak ránk. Alapvetően azért a magyar nemzet és a magyar gazdasági érdek vezeti az álláspontunkat. Nyilvánvalóan, hogyha az általunk felhozott problémákra és kételyekre kielégítő választ sikerül adni, akkor ezek adott esetben a kormányt is meg tudják győzni. És utána ezt követi a döntés végrehajtásának a szakasza. Azt azért szeretném itt is aláhúzni, hogy Magyarország az EU-s szankciók mind a 11 körét megszavazta eddig, mert el tudtuk juttatni ezt egy olyan álláspontra, amivel mindenki egyet tudott érteni. És nyilvánvalóan az EU egy fájdalmas intézmény ebből a szempontból, hogy addig kell tárgyalni, még nincsen minden kérdésben megegyezés, de amíg ezek a szerződéses keretek, addig úgy véljük, hogy ezt ki kell használni annak érdekében, hogy Magyarország jövőjét biztosítani tudjuk. A másik az a regionális együttműködésre vonatkozik. Nyilván vannak olyan országok a közép-európai térségben, akikkel az Oroszországgal ápolt viszony, vagy éppen nem ápolt viszony, ez egy egzisztenciális jellegű kérdés. Nyilván a Baltikumban, Lengyelországban az ő történelmi tapasztalatokkal ennek egy teljesen más optikája van, és hogyha beszélünk arról, hogy Lengyelország miért költi egyébként a GDP-je 4%-át védelemre, akkor azért az abból a történelemből adódik, ami az oroszokkal az elmúlt 1000 évben összeköti, tehát az ellenkezőjén lepődhetnénk meg, és itt tenném azt hozzá, hogy sokat hivatkozunk Lengyelországra, de azért ennek az egész fegyverkezési programnak, energetikai modernizációnak van egy olyan oldala, hogy hosszú távon ezt miből lehet finanszírozni. Tehát nagyon jó, hogy mind tényleg, bocsánat, hogy ezt a szakkifejezést fogom használni, minden modern kütyűt megvásárolnak, mert nyilván a lakosságnak eladható, de hogy ez hosszabb távon ki fogja fenntartani, üzemeltetni, az alkatrészeket megvenni, a katonákat biztosítani hozzá, a technikai támogatást, a pótalkatrészeket beszerezni, fegyvereket aggatni rá, mert ugye az sem egy sokadlagos szempont, hogy megvehetjük ám a legmodernebb repülőt, de hogyha nem tud felszállni, vagy nincsen rajta bomba, amit le tudna dobni, az egész nem ér semmit. Tehát, hogy ezekről a kérdésekről, mint a kevesebb szó esne, pusztán azért, mert egy óriási volumenű beszerzési programot látunk. Tehát nyilván nagyon jó, hogy rendelkezésre állnak a források arra, hogy ezt fejleszteni lehessen, és Közép-Európában valóban fejleszteni kell a katonai képességeket, hiszen az látszik, hogy ez a fenyegetés hosszú távon velünk marad, és a NATO-nak meg kell tudnia védeni a saját magát, és egy olyan elrettentő képességet kell kifejleszteni, ami hiteles, de ezt azért okosan kell csinálni. És ez sajnos nem megy az egyik napról a másikra. Igen, nagyon köszönöm. Felkérném a parlamenti oldalt is, igen, hogy szóljon hozzá, és aztán szeretném javasolni, hogy nagyon kiváló szakértőink is vannak itt, akikkel már egy körben beszélgettünk az előző panelben, de a beszélgetés nyitott, tehát kérdés, kommentárban abszolút számítunk rátok is. Köszönöm szépen. Eljött a coming out ideje. Most lehull a lepel. Durván orosz barát, Putyin pincsikutya szerű,
megnyilvánulásom hadd legyen mindjárt a háborúhoz való hozzáállás kapcsán. Szerintem Dosztojevszkit nem kell betiltani. Sőt, elégetni sem kell Dosztojevszkit, ahogy egyébként szerintem Korán sem kell égetni, egyébként pedig Bibliát sem. Szerintem Muszorszki egy kifejezetten jó zeneszerző. Szerettem, főleg a Egyé a kopár helyent, és szerintem a Larionov, Krutov, Fetyiszov, Kaszatanov, Tretyák ötös volt a világ valaha legjobb hoki ötöse. Mindig kiegészült egy hatodikkal. De amióta kitört a háború, ezek a mondatok, ezek olyan durván orosz barátnak számítanak, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Tehát a magunk részéről, és talán ez egy picit érződik Magyarországon, ehhez a hülyeséghez nem kell csatlakozni. Ezt utoljára Goebbels elvtársat csinálták a nácik, mikor Thomas Mann-t kellett elégetni, meg nem tudom kicsodát. Tehát az a helyettesik. Tehát az a helyzet, hogy a, és ez sajnos nagyon kultúrált, nagyon művelt, magára nagyon büszke, nyugatra is ordítóan jellemző, hogy azért írnak megvető cikkeket rólunk, mert bemutatta az Operaház Prokofjevnek a háború és békéjét. Persze semmit sem tudva az egész hátteréről egyébként, mert a jóval a háború kiterése előtt már elkezdődtek a próbák, meg a színpadra állítás, stb. Tehát az a helyzet, hogy ha valaki azt kéri tőlünk, hogy a hülyeséget számoljuk fel, ez meghaladja az erőnket, Einsteinnek van igaza, ő azt mondta, hogy két dolog végtelen, az univerzum meg a hülyeség, az előbbiben nem biztos. Tehát az a helyzet, hogy Magyarország már önmagában furcsa módon attól Putyin pincsi kutyájává válhat bizonyos optikában, hogy azt mondjuk, hogy állítsuk meg a háborút. Nem tetszik az nekünk, hogy százezrek halnak meg a fronton. Nem utolsó sorban, abból kiindulva, hogy ez bennünket is érint. Tehát ahogy fogy ukrajnai népessége, úgy fogy a kárpátaljai magyarság is. Meg egyébként a tényleg nem tartjuk azt jónak, hogy egyébként Ukrajna lassan egy olyan demográfiai katasztrófával néz szembe, ami után azt a kérdést kell feltenni, hogy hogyan lehet újjáépíteni ezt az országot. Különböző becsések vannak, a legreálisabbak 20 és 30 millió közé teszik azt a népességet, ami még Ukrajnában van. Én olvastam 15-öt is, megjegyzem, ukrán barát nyugati portálon. Tényleg nem tudja senki, de a helyzet az az, hogy miközben világos, induljunk ki a magyar stratégiai érdekből, az sosem baj, ha a közöttünk, meg az oroszok között van még egy ország, aki független státusz. Aztán, hogy ez, csak utána lehet kérdezgetni, hogy ez micsoda. Tehát az a helyzet, hogy önmagában itt él Magyarországon egy korcsolyázó, egy Vlasenko nevű, megjegyzem, félig ukrán, félig orosz, de 17 óta itt él, ide jár egyetemre. Az engedélyünkkel korcsolja sport, indul a magyar bajnokságon, én ettől olyan durva orosz ügynök vagyok, hogy azt le se lehet írni az interneten. Megjegyzem, nem kell internet kommenteket olvasni, sokat segít az ember lelki egészségén. Amúgy is egyébként a usereknek csak az 5% olvassa ezt, tehát nem tartom ezt kiinduló pontnak. Amúgy ez a fajta hozzáállás, sajnos itt, hadd mondjam azt, hogy a lengyel testvéreinkkel vitatkoztam a legtöbbet, tehát hogyha nem veszek meg minden reggel egy oroszt, akkor már durván Putyin barát vagyok. Hát ez súlyos tévedés. És egyébként szégyellem magam, mint NATO-tag, mint európai, hogy oda jutottunk, hogy akkor Milánóba betiltják Dosztojevszkit az irodalmi ilyen szemináriumról, le kell venni, mert Dosztojevszki az nem kóser. Tehát ez tiszta őrület. Amúgy pedig olyan bonyolult az élet, nem? Hogy ugye az, hogy ki orosz, meg ki nem orosz, azon sokat lehet vitatkozni, hogy mert egészen megdöbbennénk, hogy akkor például maga Zelenszkij is egyébként egy orosz származású, attól még lehet persze jó ukrán ennek, vagy lehetne, de csak érdekesen színezi a képet. Na most a iróniát félretéve. Én mindenképpen a magyar érdekből indulok ki.
Magyarország egy olyan ország, aminek a gazdasága durván 50%-ban azon múlik, hogy milyennek a külkereskedelmi kapcsolatai. Tehát a nemzeti jövedelmünknek egy nagyon jelentős része, majdnem 50% azon múlik, hogy van-e világkereskedelem, van-e átjárás az országok között, van-e export-import. Na most ezért nekünk mi az elemi érdekünk? Hogy nyitott legyen a világ. Tehát hogy ne legyen most akkor felhúzva egy vasfüggöny megint valahol, és akkor rémülten hallgatjuk az egész ukrán helyzetből fakadóan a decoupling, de-risking retorikát, amit megint csak azért használnak, hogy ne értse senki, hogy miről van szó. Arról van szó, és a Vilnius kapcsán mondom, ha jól értem a Vilniust, itten lesz a keleti határon felhúzva a vasfüggöny. Most az új. Na most ez értelemszerűen a gazdasági kapcsolatoknak sem tesz jót, és ez egyébként a magyar gazdaságnak hosszú távon azért hátrányos, mert nekünk a távol-keleti kapcsolatok, a közép-ázsiai kapcsolatok, az amerikai kapcsolatok, nekünk egy olyan világ jó a magyar gazdaságnak, ami egyébként megfér úgy, hogy amerikai, kínai és nem tudom milyen koreai, meg német befektetők vannak szerte az országban, és egyébként fogadják a mi exportcikkeinket, megy kereskedelem, tudunk nemzeti jövedelmet realizálni. Most ez ellen küzdünk, ez szerintem, én ezt megint azt gondolom, ez épp úgy nem Putyin barátság, mint ahogy Csajkovszkij sem kell betiltani, mert a Csajkovszkij mit sem tehet arról, hogy egyébként az ukránokat Putyin megtámadta. De sajnos én úgy látom, hogy az európai országok egy jelentős része ezen őrületnek nem tudott ellenállni. Mi sem nagyon egyébként hozzáteszem, tehát egy csomó dolgot tudok idézni a sajtóból ezzel kapcsolatban. Ez egy rendkívül szomorú, mert az egész európai kultúrát, hogy is mondjam, idézőjelbe teszi, hogyha erre képesek vagyunk. Már a nácizmus is idézőjelbe tette egy kicsit, most akkor még erre ráfejeltünk azzal, hogy semmit sem tanultunk, semmit sem felejtettünk az elmúlt 70 évben. Csak most az oroszokat hívják az elégetendőnek. Ami szerintem szörnyű. Nem baj, emellett kitart, de nagyon nagy baj persze, de emellett kitartunk. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak nincs béketerve. Magyarország azt mondja, hogy legyen a hasonkodó, hogy legyen tűzszünet, hogy legyen valamiről tárgyalni. Most az elmúlt másfél évben azt látjuk, hogy katonai értelemben az történt, hogy rettenetesen sok ember meghalt, meg megnyomorodott. De egyébként látszik, hogy ennek a háborúnak katonai megoldás ilyen értelemben nincs. Mint ahogy azt az elején is lehetett látni szerintem, zárva bezárva. Ezért mondjuk azt, hogy speciális a helyzetünk, mert rajtunk kívül itt Közép-Európában senki nem mondja azt, hogy legyen azonnal tűzszünet és béke. És valahogy majd úgyis meg kell egyezni. És senki sem... A lengyelek sem mondják azt a mondatot, meg senki se, hogy de valószínű 99%, hogy amúgy Oroszország lesz valamilyen formában. Tehát muszáj lesz valahogy viszonyulni hozzá. Akkor is lesz, hogyha a vasfüggönyt húzunk ide. És amilyen a nemzetközi kereskedelem, még Oroszországot a világgazdaságból sem tudják kizárni azok az országok, akik erre szövetkeztek. Ellenben sikerült néhány stratégiai komoly vereséget elérni ebben az ügyben, ez is kétségbeeséssel tölt el minket, mert ami még a 70-es években úgy, ahogy meg volt oldva, most ez végképpen oda lett, és itt van egy rendkívül erős stratégiai vakság, sikerült a kínaiakat és az oroszokat összetolni. És mint NATO, ez nekünk kedvezőtlen fejlemény, nagyon kedvezőtlen fejlemény. Még talán, nem tudom, belefér-e, emlékszünk-e még arra a viccre, a TASZ jelenti, 1972. augusztus 4-e, az Amur partján békésen szántó orosz kombányra, traktorra tüzet nyitott a kínai határőrség. A traktor a tüzet viszonozta, majd elrepült. Te emlékszünk még rá, ez volt a viszony egyébként az oroszok meg a kínaiak között. Ez egyébként Amerika nagyon sokat fektetett ebbennek a stratégiáknak a kivitelezésében. Ez most nem sikerült. És ez szerintem nekünk is stratégiai vereség, a NATO-val együtt. Mert mi nem akarunk
ilyen de-risking, decoupling folyamatokban, amit senki nem tud kiszámolni, mert hogyha tényleg, el sem tudjuk képzelni, hogyha tényleg ezt elvágjuk ezt a szállat, akkor az hogy fog alakulni, milyen hatása lesz Európának, mi nem fogunk jól járni belőle, az a baj. Köszönöm szépen. Én válaszolnék a kérdésre, vagy a témára szeretnék reagálni. Egyrészt a régióban milyen változás lett szerintünk. Az egyik, amit egyébként egészen meglepő módon nem is próbált megkerülni kicsit se államtitkár úr, ez a V4-nek a politikai szintnek a szétesése. Lehet ezt szépíteni, de itt ha csak a házelnöki szintű szóváltásokról beszélünk, vagy magáról a tényről, hogy lemondásra kerültek találkozók, azért itt ez a diplomáci udvariasságon jóval túlmenő szétesése volt a politikai szintnek. Én magam NATO parlamenti közgyűlése voltam Lengyelországban, és mind a szenátusban, a szenátusban olyan mondatok hangoztak el, hogy az ember szégyelte magát ott ülve, mert Magyarországról érkezett. Ezt a lengyel testvéreink mondták nekünk, értetlenségüket kifejezvén egyébként, hogy a magyar kormány mit művel. Úgyhogy ebből a szempontból nagy progresszió nem volt, hanem hogy inkább az eddig összerakott dolgok szétestek. Hogy ez most államtitkár úr szerint kezd konszolidálódni, az szerintem Magyarország szempontjából jó, mert bármi is van az Unióban, meg a világban, ennek a V4-es közösségnek egybe kell lennie és össze kell tartania. Ez Magyarország stratégiai érdeke, ami megítélésünk szerint is. Ami a katonait jelenti, szerintem ott tök egyértelmű, hogy igen, és itt Gion államtitkár úr el is mondott pár nagyon konkrét lépést. Itt van egy NATO menetrend, aminek többek között ezeknek a hadegységeknek a felállítása, több nemzeti egységeknek a felállítása van, ezen túlmenően akár a székesfehérvári parancsnokság, mint plusz dolog. Ez egyszerűen az eddigi döntésekből adódóan Közép-Európa szerepe és katonai szerepe és azon belül NATO-n belüli szerepe sajnos, mondjuk őszintén, én egy pacifista ember vagyok, sajnos felértékelődik, tehát itt egy nagyon komoly keleti zárásnak a helyszíne leszünk, középpontja leszünk, vagy vagyunk már most is. Ami a kisebbséget illeti, és nagyon örülök, hogy szóba került, szerintem nagyon fontos, ha már egy picit politizálunk is, vagy elvi dolgokról is beszélünk, például az Európai Unió és a NATO tagságunk volt igenis egy elképzelhetetlen előrelépés a határon túli saját magyar kisebbségeink tekintetében az elmúlt 30 évben. Ugye most az osztrákok többek között azért, mert Magyarországon keresztül is 10 000-ével jelennek meg újra az illegális bevándorlók Ausztriába, szivatják a románokat. És idén január 1-ében nem lett meg a schengeni csatlakozásuk ismét hosszú. Most már évtizedek óta lassan. De ugye itt most arról beszélünk, hogy Erdély fele véglegesen eltűnik az összes határ, azon túl, hogy nyilván Románia EU tagként kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de rendszerszerűen garantálja a magyar kisebbségnek a legalapvetőbb politikai és kulturális jogait. És azért hozom ezt itt szóval, mert ez nem egy fikció, ez van. Tehát különböző módon állnak hozzá az uniós állampolgárok, de azért itt körülöttünk alapvetően, ahhoz képest, ahonnan indultunk, egészen jól állunk. És mi például ezért beszélünk arról, hogy én magam a parlamentben és egy miniszterelnökkel való beszélgetés során is, vagy egy ilyen szóváltás során is, hogy a NATO-tagság az egy dolog Ukrajna részéről, vagy tekintetében ebben realista volt a vilniuszi csúcs, de az Európai Uniós tagság az egy lehetőség is nekünk, nemzetpolitikai, biztonsági, stratégiai szempontból is. És abban fontos, hogy legyen szintén konszenzus, hogy például az uniós tagság feltétele, hogy a magyar kisebbsége hogy bánnak. De nem úgy, hogy elküldöm mindig a fenébe a másikat, meg beszólok neki, meg fenyegetem, vagy nem adok neki nem tudom én mit, vagy rácsapok a kezére, hanem szerintem teljesen okosan engedem, hogy ő is jobban éljen, de világossá teszem, hogy ennek az a feltétele, hogy például a magyar kisebbség helyzete rendeződjön, és ha jól tudom, azért alapvetően politikai szinten az elmúlt időszakban komoly előrelépés volt. Most az ungvári iskolaigazgató esetére, ami nem rendszerszerű, de egészen elképesztő, amit az az ember ott művel, azt leszámítva azért legalábbis ígéretek, meg tárgyalások elkezdődtek, legalábbis a külügyminisztérium államtitkára erről számolt be a parlament hétfői ülésén. És szorítunk neki, hogy így is legyen, mert szerintem egy a cél, nem? Tehát, hogy az ott élő magyarok helyzete rendeződjön.
az eszköz egy más kérdés. Ugrosdi államtitkár úrnak pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, a furcsák ezek az őszinte és okos jó gondolatok, valahogy próbálják meg megvalósítani őket. Ezt próbálom szóvá tenni. A magyar katonai beszerzésekből a magyar parlament honvédelmi rendezési bizottság alelnöke semmit nem tud. És én mindig azt mondom, amikor ezt kifogásolom, meg kifogásoltuk az előző ciklusra, meg az előzőbe is, ahogy elindult ugye ez a folyamat, hogyha egy kormánynak van koncepciója, stratégiája és jó megoldásai, akkor bejön és büszkén elmondja. És meggyőzi akár az ellenzéket is, hogy gyerekek, hát nem tudtok jobban. Ne adj Isten, odaül egy katona és elmondja, hogy igen, ezt mi szakmailag így gondoltuk, választottuk ki, és képzeljük el, a politika meg kijárta, hogy a lehető legjobbat és a leghatékonyabban szerezzük be Magyarországnak. Hát ilyen beszélgetése nem volt részem az elmúlt 6 évben, amióta ez a program megy. És én nagyon bízom benne, hogy csak azért nem, mert alapvetően így kezelnek minket ebben az országban, ebben a parlamentben, és nem azért, mert nem tudnák ezt bebizonyítani, hogy így van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azzal fogom kezdeni, hogy kifejezetten egyetértek Kósa képviselő úrnak egy mondatával, tehát hogy szerintem se kell betiltani Dosztojevszkit, senkit, semmilyen orosz művet nem tiltanék be. Talán lefóliázni sem kell, úgy gondolom, hogy az sem egy egészséges húzás. De ami a régiós szövetséghez kapcsolódó kérdést illeti. Ez szerintem azért egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert egyszerre vagyunk partnerei, szövetségesei és konkurenciái ezeknek az államoknak. Tehát lehet tudni azt, hogy ugye a Tesla gyárért versenyzett Lengyelország és Magyarország biztosan, lehet tudni azt, hogy a kínai vegyi elosztó központ, ami a sajtóból lejött információk alapján, ott is Danske és Budapest versenyzett, pontosabban a magyar kormány és a lengyel kormány, és még volt egy több hasonló dolog, de közben meg lehet tudni a lengyel-magyar védés-dat-szövetségről is, ugye a 7-es cikke szerinti eljárásban, lehet tudni a regionális együttműködésekről, tehát ez egy nagyon komplikált viszony. És úgy gondolom, hogy ezért érdemes egyetlen hátralépni, és az alapokat megnézni, az pedig a bizalom. Tehát a bizalom azt azért meg kell dolgozni. És az olyan dolgok, mint az embercsempészetnek a kiengedése, ugye ez most a szlovákiai kampányon elő is jött ezzel az állítással, hogy Magyarország felől jön rengeteg migráns, vagy éppen a oroszoktól való kitüntetések elfogadása. Tehát ezek nem építik a bizalmat. És akkor itt csatolok vissza államtitkár úrhoz, aki mondta ezt az álhíres kérdésre, hogy nálunk megjelenik minden. Ez igaz, nálunk tényleg minden megjelenik. Csak az a baj, hogy amikor az oroszok olyanokat terjesztenek, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodájának felgyújtása az ukrán náciknak a felbújtására, tevékenységére, hatására történt, miközben lehet tudni, hogy 3 lengyel csinálta orosz megbízásra, amikor lehet tudni azt, hogy olyanokat terjesztenek, hogy vagonokban tárolják a holttesteket Kárpátalján az ukránok, és hogy hát kérdés, hogy mit fognak ott csinálni, amikor lehet tudni azt, hogy az 56-os felkelést lefasisztázzák, és ilyenkor a magyar kormány nem lép ki egy nagyon határozott orosz ellenes állásponttól, vagy legalábbis nem ítéli el ezt azonnal, az már egy olyan határon túl van, ami az ilyen regionális együttműködésekre is káros. Tehát én úgy gondolom, hogy megértem azt, hogy ez egy nagyon komplikált viszony, megértem azt az álláspontot is, hogy Oroszország létezni fog azok után is, hogy vége ennek a háborúnak, reméljük minél előbb mindenki békét szeretne, de addig is vannak olyan regionális kötelezettségeink, aminek az alapja a bizalom, és jelen pillanatban nem ebbe az irányon megyünk, vagy éppen az említett cselekmények miatt. Nagyon köszönöm. Rácz András. Sikerült bekapcsolnom, tök jó. Köszönöm szépen a lehetőséget, itt maradhattuk a második panelre, és én 3 dolgot szeretnék kérdezni, és azért kérdezni, mert ugye az ember kívülről kommentáló szakértőként a csomódokhoz nem fér hozzá, tehát hogy egyszerűen nem akarok úgy tenni, mintha mindent tudnék, miközben nyilvánvalóan nem így van. Úgyhogy 3 dolgot szeretnék kérdezni azzal, hogy nyilván nyilvánosságban vagyunk, meg interneten közvetítik ezt az egészet, tehát tudom a korlátokat. A drónok alkalmazása kapcsán, Gian államtitkárról szeretném kérdezni elsősorban, amellett, de Ugrosdi Márton is említette, tehát amellett, hogy lesz magyar-német-izraeli drónfejlesztés, tehát új eszközök fejlesztése mellett, tervezzük-e azt, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható kisméretű drónok
harcászati alkalmazásának tapasztalatait átvesszük, vagy tanulmányozzuk. Ugye az ukrajnai háború egyik tanulság, hogy ezek az 500 dolláros FPV drónok tényleg a boltban meg lehet venni, ezek kisméretű robbanóanyaggal ellátva nagyon hatékony, precíziós csapásmérést tesznek lehetővé, tehát tervezzük ezeknek a tapasztalatoknak a vizsgálatát. A második kérdésem az kicsit reagálva arra is, amit Tompos képviselő úr mondott, az orosz dezinformáció és hibrid hadviselés elleni fellépés kapcsán, hogy tervezzük-e, vagy tervezi-e Magyarország rövid vagy középtávon specifikusan az orosz dezinformáció és hibrid hadviselés elleni fellépéssel foglalkozó szervezeti egység létrehozását. Ugyanis ilyen Európában mostanra mindenhol van. Moldova volt a legutolsó, ahol nem volt a júliusban elfogadott moldáv nemzetbiztonsági törvény értelmében, most már Moldovában is lesz egy ilyen az orosz hibrid hadviseléssel szemben fellépő szervezeti egység. Tervezzük-e követni a közép-európai szövetségeseink példáját ebben? És a harmadik az pedig egy külpolitikai ukrajnás kérdés, sztár államtitkárról szeretném erről kérdezni. Ugye a kárpátaljai magyarság sorsa az demográfiai okokból is rendkívül rosszul néz ki. Nem csak az elvándorlás a probléma ugyanis, hanem az is, hogy Kelet- és Közép-Ukrajnából bejött 300 000 menekült Kárpátaljára, ezek jelentős része ott is fog maradni. Tehát a régió etnikai egyensúlya végletesen elbillen, a magyarság számaránya 10% alá csökken, a fejünkre is állhatunk, ez akkor sem fog változni. Ha 10% alá csökken a képviselet, akkor az ukrán alkotmány értelmében még kevesebb politikai képviseleti jogot kell adni a magyaroknak, mint eddig. Tehát a kérdés az, hogy tervezzük-e, ugye jelenleg a határon túli magyarság felé irányuló stratégia, az a szülőföldön való megmaradás támogatására irányul. És ugye ebben nagyjából a rendszerváltás óta konszenzus van. Specifikusan az ukrán esetben tervezzük ennek a stratégiának a hozzáigazítását ahhoz a helyzethez, hogy egyszerűen a kárpátaljai demográfiai trendek tekintetében mindenképpen vesztésre áll az ottani magyarság. Tehát tervezünk ebben változást, vagy kitartunk az eddigi vonal mellett. Köszönöm szépen. Azt hiszem olyan kérdések, amelyek a célzott személyek mellett a parlamenthez is szólnak, de kezdjük akkor. Köszönöm szépen Dián Gábor államtitkár úr. Hibrid hadviselés elleni védekezést, ezt most nem kommentálnám, de a drónt azt azért szeretném tisztázni. Tehát sokfajta drón van. Tehát ez a bizonyos együttműködés, ami ugye nyilvánosan is megjelent az izraeli német-magyar, az izraeli U-Vision, a Rheinmetall és a magyar kormány a N7 holdingon keresztül. Ez csak cirkáló lőszer, ami ugye technikailag nem pontosan a kamikázi drónt jelenti, mert ugye a kamikázi drónnak le kell esnie, a cirkáló lőszer pedig vissza lehet hozni. Tehát, hogyha nem azzal semmisítünk meg egy célt, hanem valami mással, akkor azt vissza lehet hozni és újra felhasználni. Tehát ez a technikai különbség, de ez csak ez. Tehát a drónok és a drón stratégia, ez tényleg egy teljesen új dolog, amit ki kell vizsgálni, és ez egy olyan technológia, ami igaz tud lenni az összefüggés, hogy idővel a fajlagos költségei csökkennek. Tehát nagyon nagy lehetőségei vannak, és nem csak ugye a pusztító drónok, hanem a megfigyelő drónok. És itt azért egy picit vitatkoznék, hogy ez mennyire első világháborús háború, nem az. Tehát pontosan a drónok, meg részben a műholdaknak köszönhető, amit látunk, hogy például az álcázás, a megtévesztésnek a jelentősége megnőtt, és egyszerűen nem lehet csapatösszevonást, főleg nem napközben, mindent látnak a drónok, és azonnal tüzérséggel pusztítanak. Szinte kézifegyverre, majdhogy nem az utcai, a városi harcokat kivéve nem is nagyon tüzelnek, csak tüzérséggel pusztítják egymást, irdatlan méretű a pusztítás. Tehát aki azt gondolja, hogy itt csak folytatódjon a háború, mert egyszer csak az egyik legyőzi a másikat, az nem látja azt a pusztítást, amit alkalmasint mi látunk. De visszatérve, igen, és az, hogy a drón technológia, a drón stratégia mivé fog kifutni, ezt egyelőre csak irányokat látunk, de pontos, tehát annyira új technológiáról, és ez meg fogja változtatni, és megváltoztatja egyáltalán akár a szárazföldi, a hagyományos fegyverekkel vívott katonai doktrinát is, hiszen nem lehet elbújni, vagy kevésbé lehet elbújni. Ez
Starý Péter. Próbálok nagyon röviden, de több kérdés felmerült. Az egyik az, hogy mi lesz a háború után, mit kezdünk Oroszországgal. Ez egy valós, létező vita, milyen lesz az új európai biztonsági architektúra. Két vélemény ma. A országok egy része azt mondja, hogy meg kell szakítani minden kapcsolatot Oroszországgal, és létre kell hozni egy olyan új szervezetet, az EBSZ helyett, ami majd kezeli az európai biztonságnak a kérdéseit. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy ez nem egy reális megközelítés. Oroszország atomhatalom marad, állandó tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, és itt van a szomszédben, mint egy hatalmas tömeg, hatása lesz az orosz politikának az európai biztonságra. Tehát valamilyen olyan megoldást kell találni, ami Oroszországot angazsálja, Oroszországot bevonja. Most nem tartunk még itt, de ez egy nagyon komoly vita lesz majd a háború vége felé vagy utána. Másik, itt most persze keverednek a szakmai és a politikai elemek, tehát egy kicsit nehéz széthámozni, hogy miről is beszélünk, de nem baj, ez valahol természetes. Amikor azt mondod, hogy szégyenkezel magyar képviselőként, akkor ezzel feltételezed szerintem, hogy igazuk van nekik. Tehát, hogy miért kell azt feltételezni a konfliktus közepén, hogy pont a lengyeleknek van ebben a kérdésben igaza. És szerintem nincs csak a szégyenkezésre, mert nekünk a kormány részéről ez egy koherens álláspont, amit képviselünk, és megvannak a pillérek, amik itt egyébként fölismerültek a vita korábbi szakaszaiba. Tehát szerintem nem kell. A dezinformáció. Egyrészt vannak a honvédségnek olyan elemei, szájopsz, meg hasonló részek, amik azért foglalkoznak ilyen kérdésekkel. Másrészt reagáltunk ezekre az ügyekre a tankönyvre, és ez Szijjártó Péter, Gulyás Gére, meg a Lavrovnak is felhozta a Szijjártó Péter. Tehát én nem hiszem, hogy elmentünk emellett, úgyhogy ezt csak így a történetiség miatt mondom. És végül a kisebbségi kérdés. Nem vagyunk olyan fázisban, amikor szerintem ez fölmerülhet, hogy változtassunk azért, mert bejött 200 ezer ember Kelet-Ukrajnából, vagy nem. De annak ellenére, hogy mi tárgyalunk az ukránokkal oktatási kérdésekről és egyéb kérdésekről is, pici taktikai engedményeket kapunk, de az a stratégiai kép az nem változik. És mert Ukrajna, amikor Oroszország annektálta a Krímet, akkor rádöbbent arra, hogy Ukrajna nem kellőképpen ukrán, és belekezdett egy gyorsított nemzetépítési politikába. Ennek az a következménye, hogy 4-5 törvény keretében szignifikánsan leszűkítette a kisebbségi jogokat az oktatás, a nyelvhasználat, a kultúra, a politika, minden területen. Én nem látom azt a forgatókönyvet pillanatnyilag, hogy innen visszamennénk a 15-ös, 17-es állapothoz, holott nagy nyomás alatt lesznek, mert ha tovább akarnak lépni az Európai Uniós integrációs folyamatban, akkor igenis teljesíteni kell, és konszenzus kell a tanácsban ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, szerintem is ez egy nagyon izgalmas politikai ügy lesz, hogy hogyan alakul, és hogy tudunk ebbe beilleszteni egy stratégiát, hogy jó legyen a magyaroknak helyben továbbra is. Most minden esetre egyetértek, fölborult az egész társadalmi arányrendszer Kárpátalján, nagyon sok magyar eljött, és bejöttek rengetegen, és nem látom pillanatnyilag ennek a feloldását, ennek a problémának. Én csak egy kérdésre szeretnék utalni. Túl azon egyébként, hogy valóban oké, hogy a háborúnak nagyon sok eleme emlékeztet az első világháború egyes elemeire, de ez 21. századi háború. Csak az a helyzet, hogy azt nem próbálta ki még a NATO, hogy milyen is az, amikor egy tömeghadsereggel áll szemben. Ez nem próbálta ki. És úgy látszik, hogy a tömeghadsereggel szemben viselt háború az a 21. században drámaian más, mint egy olyan háború, amikor turbános, frottétörőközös, vietnámi papucsos csávók jönnek AK-47-tel, és megverik 20 év alatt, igaz, a világ legerősebb hadseregét, amelyik utána fejvesztetten menekül. Tehát még az sem világos, hogy egyébként kinek van igaz ebben, hogy mit kell csinálni. De azt láthatóan lehet mondani, hogy a drón az abszolút felértékelődött, és foglalkozott egyébként, ha emlékszelne a bizottságunk is azzal, hogy milyen lépések lehetnek, most itt nem megyek vele a részletekbe, de mondjuk egy magyar csapat tartja a drón műrepülés, távolsági műrepülés világcsúcsát például. Tehát még saját fejlesztéseink is vannak egyébként, ami egészen jó. Én a dezinformációra szeretnék rá térni, mert itt van egy nagyon nagy dilemma, ez általában igaz. Ha ugye
kiőrzi az őrzőket, ha elkezdünk a dezinformáció, most politikai értelemben, ez akkor nem a katonai, meg nem tudom micsoda, de a katonai dezinformációkkal szemben valóban vannak eszközeink, azok se teljesek, csak egyet hadd mondjak, nem tudom, emlékeztek-e még, talán te emlékszel rá, amikor az MSZP kiállt még a Gyurcsány kormányok alatt, és közölte, hogy tömegével orosz tankok jönnek be Nyírbátorba, és ott darabolják fel őket. Na most ebből nem volt semmi igaz, a saját tankjainkat daraboltuk fel egyébként, ha jól emlékszem, Nyírbátorban, de ebből is egy hatalmas pulpári lett politikai értelme, tehát ilyen a nagyon nem könnyű azt, summa-summarum, nagyon nem könnyű azt végrehajtani, hogy a dezinformációkat akarod kiszűrni. Előbb-utóbb ebből cenzúra van, és a legbrutálisabb. Nem tudsz más csinálni. A Guardiant, meg a New York Times-ot hányszor kellett volna cenzúrázni amiatt, mert hetente megírják, hogy Putyin meghalt, de közben rákos, egyébként pedig megőrült. És egy szanatóriumban kezelik. Néha az az ember érzése, hogy az angolok a legjobbak, de hát nem hiába a Monty Python hazája, tehát gyaloggalop, de állítom, hogy az angol hadügyminiszternek van egy szórakoztató osztálya, ami gyártja a képtelen vad álhíreket, amiről aztán kiderül, hogy álhír. De aztán most kiderült, hogy az ominózus piacra küldött rakéta az, ugye ukrán volt, és nem orosz. Tehát ez ellen csak úgy lehet küzdeni, hogy mindennek helyet adsz, és az olvasó eldönti. Tehát nem tudod teljesen reménytelen, én csak ezt akarom mondani, mert előbb-utóbb az új beszél meg az új gondol lesz. És akkor a béke alapból finanszírozzuk a háborút, és a háború az béke, és akkor 1984 jön el, nem tudom. Tehát nem talált még ki senki jól működő cenzúrát, abban az értelemben már, mint ami úgy tehát erre mondtam én azt, hogy megértelek, hogy ezt mondod, de akkor a hülyesége legyőzését tűzött ki a zászlóra. Szerintem az nem fog menni. Főleg azért, mert a világ egyik leglátogatottabb szájtja az a chemtrail, tudod mi az? Ahol arról írnak az emberek, megjegyzem 100 millió számra, hogy az amerikaiak, meg a nem tudom én kicsodák, permetezik méreggel az emberiséget, és az nem kondenszcsík, amit a repülő húz, hanem permet méreg. A Coca-Cola kifejlesztett egy szert, amivel permetezi a világ népességét, hogy még több kólát igyanak. Na, ezzel mit csinálsz? Tehát remény, a hülyeség az végtelen, igaz van Einsteinnek. Nagyon nem könnyű, a katonai dezinformáció az más, de meg kell próbálni az igazságot is megérni, és abban reménykedni, hát, hogyha ezt a nép valahogy kiszúrja, főleg azért, mert ne felejtsd el, egy olyan országban éltünk, ahol 90-ig azt mondták az emberek, hogy a rádió hazudik, keze lenne lopna is. Mert hogy az egész 56 utáni kommunista berendezkedés arról szólt, hogy hazudni kell a végtelenségig. Én ezt, mikor mondtad ezt a izét, hogy az MSZP a kezdetektől, meg a NATO, meg így, akkor nekem mindig az ugrik be, hogy 83-ban ott álltam a katona a Laktanya udvarán, és keleti elvtárs, aki később hadügyminiszter lett, és léptünk be a NATO-ba, magyarázta el, hogy a szocializmus világgyőzelme az hogyan jön el, és amikor megkérdeztem azt, hogy de most, mert hogy mi készültünk állandóan a gonosz tiroli páncélgránátosok ellen, megjegyzem, mi katona voltam, nem is támadták meg Magyarországot, csak úgy zárva. És akkor, mikor megkezdtük, de hát most írta alá Krejszki a békeszerződést, tehát hogy ezt a semlegességi szerződést Moszkvában Brezsnyevvel, akkor én utána fogdában voltam 2 hétig. Mert hogy én politikailag el vagyok hajolva. Ez mindig eszembe jut, amikor az MSZP kitünteti magát a NATO csatlakozásunk kapcsán, de nem baj, ez is tudottam, nem haragszok én senkire, se keletével is jobb voltam utána, és ő is mondta, hogy hát változnak az idők, mondom tényleg. Szóval ez a dezinformáció elleni küzdelem, ez nagyon-nagyon nehéz, mert itt viszont egy demokratikus értékünknek a védelméről van szó. Nem, azért kérdeztem, mert ugye az összes többi NATO ország úgy gondolja, hogy ez lehetséges. Tehát hogy az a kérdés, hogy mi tudjuk az egyetlen megoldást, és mindenki más téved, mi tévedünk, és nehik van igazik, hogy a kettő között van valami középút. Ezért kérdeztem, hogy van-e ilyen irányú gondolkodás. Van, csak mindig abból ütközünk bele, hogy oké, tiltsuk be a hülyeséget, megszavazom ezt a törvényt, csak hogyan lesz utána?
A dezinformáció elleni küzdelemnek valóban nagyon sok rétege van, és egy nem egy egyszerű kérdés, ez kétségtelen. Vannak rá jó gyakorlatok, és vannak rá rossz gyakorlatok is, és azt gondolom, hogy a jó gyakorlatokból érdemes egy kicsit gyűjteni, mert vannak azért nemzetközi példák arra, hogy hogy sikerül ez. Nem feltétlenül információ megtiltása, de valóban egy nagyon vékony sáv választja el attól az egész problémakört, hogy átessen arra az oldalra, ami meg nyilván a lehetetlenség közé tartozik. Tehát ez kétségtelenül egy nagyon nem egyszerű kérdés. De azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, ami a beszélgetésből kiderült, vagy ami a számomra egyértelművé vált, hogy a legjobb dolog beszélgetni, a legjobb dolog egymással beszélgetni, és a legjobb dolog végigmenni az összes olyan ügyön, ami nagyon fontos. És ebben azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk, ami kis lépést tett előre, de szeretném elmondani, hogy körülbelül 15 olyan téma van, amit még szerettem volna, hogy megbeszéljünk, amire egyikre se jutott sor. Úgyhogy ne reméljetek, én azt gondolom, hogy kell folytassuk ezt a beszélgetést, mert még ilyen apró kérdések, hogy mit gondolunk, nem tudom, a svéd tagsági kérelem jóváhagyásáról, hogy mit gondolunk a Kínával való kapcsolatokról, hogy mit gondolunk még körülbelül 5 olyan pontjáról a vilniuszi csúcs záró dokumentumának, amelyik mind nagyon fontos Magyarország számára közvetlenül, a közelébe se kerültünk. Tehát én egyrésztről nagyon örülök, másrésztről roppant sajnálom, hogy mindezekre nem került sor, és ha lehet ezzel a fenyegetéssel élni, akkor szeretnélek megkérni mindannyiatokat, hogy folytassuk ezt. Adjatok lehetőséget, hogy még több, vagy a többi kérdésen is mehessünk majd előre, és mélyíthessük el azt a beszélgetést, ami valóban a közös érdeket és a közös jót kell, hogy szolgálja a mindannyiunk legjobb szakmai tudása szerint. Ezzel a nem egészen zárszónak hangzó zárszóval, mert inkább nyitni szeretnék előre további beszélgetésekre, azt gondolom, hogy egy olyan beszélgetésre volt lehetőségünk ma, ami valóban nagyon fontos a magyar biztonság és stabilitás szempontjából a következő év folyamán is, hiszen valóban semmi nem indikálja azt, hogy a szomszédunkban folyó háború lezárulna, vagy hogy hogyan tudna béke megalkotására irányuló beszélgetés elindulni, ami valóban meg tudja teremteni a fegyverletétel után a stabilitást és a biztonságot minden kielégítő módon szempontból, és ugyanakkor készülünk egy olyan washingtoni csúcsra a vilniuszi után, amelynek az egyik fő kérdése az pontosan az elmúlt 2 év tapasztalatából levonva az a következő évtized lesz nyilván, ami a NATO tagállamai számára meghatározó lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e olyan zárszót mondani, amiben összefoglaljuk ezt. Talán egy... Nem, azt mondják a szakértők. És nem, így van, ezt akartam, és nem tudom, hogy kell egyáltalán. De azt gondolom, hogy abban így van, abban a számomra nagyon érdekes beszélgetés sorozatban, amit most itt végig hallgattunk, abban az a kérdés, hogy a vilniuszi dokumentum az foglalkozott azokkal az ügyekkel, amelyek mindannyiunk, minden NATO tag számára fontosak, és amelyek mindannyiunknak támpontot adnak arra, hogy a saját stabilitásunkat és biztonságot erősítsük. Erre nagyon pozitív véleményeket hallottunk a szakértői beszélgetési körben is, a kormányzati oldalról is, és a parlamenti oldalról is, és azt gondolom, hogy ez már önmagában azt jelzi, hogy egy olyan gondolkodásnak vagyunk a része, amely remélhetőleg ennek a térségnek a stabilitását, és azon belül Magyarország biztonságát is tovább fogja tudni erősíteni. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a... Tessék? Nagyon így van. Szeretném megköszönni minden szakértőnek a részvételét, annak is, aki éppen elment, mert itt volt még egy szakértőnk. Szeretném megköszönni a kormányzati oldalról, a miniszterelnökség, a külügyminisztérium és a honvédelmi tárca nagyon konkrét hozzájárulását. Nem tudom elmondani, hogy mennyire értékelem a parlamenti részvételt és beszélgetést. Igen? Nem, mert nem látod, csak nullapónak hatom. Uh-huh.
Úgy ültünk az asztalhoz, kormány, ellenzék, szakértők, hogy mindjárt őszinte hívai vagyok a NATO-nak, és a végén is megvadott az álláspont. Hát már jó, hát ennek kell örülni. Teljes mértékben egyetértek. És legfőképpen szeretném megköszönni a tolmácsunknak ezt a nagyszerű munkát itt, aki segítette, hogy valóban a NATO részéről itt a támogatást és a szakmai jelenlétet jelző Petr Lunak is végig tudta követni a beszélgetést, és szeretném megköszönni Boros Tamásnak és az Egyensúly Intézetnek ezt a lehetőséget erre a beszélgetésre.